óra 8, jó reggelt mindenkinek, 6 óra 8 perc, egészen pontosan hétfő reggel, és tudjátok, ez az a hétfő reggel, amikor először van az, hogy a mi drága Lovász Lacink elengedte a kezünket, de azt mondtuk, menj barátom, ott van az a batyú, adunk bele egy kis útravalót, egy kis pogácsát, némi humort csomagoltunk be még neki szombaton. Pár jó kívánságot. Pár jó kívánságot, és Laci elmegy a családjával jól megérdemelt pihenésére, nyaralására, és hát tudjátok egész múlt hétről, hogy kiket fogunk köszönteni ezen a héten, és hát nyilván már itt van, már izgul, már posztolt, már rágta a körmét, már megívott egy energiaitalt, itt van velünk Váhi Pisti. Hello Pisti, jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Tűzföldtől Vácrátótig, sziasztok! Én leszek már a Laci. nem kell ebbe a szerepbe nagyon, mert akkor tudnék egy rövid oktatást tartani, hogy lehet lacisan, de nem ezt várjuk. Nem is úgy öltöztem. De ez meg a másik. Nincs rajta fekete pizsama. Tényleg? Kiszúrtad? Hát, mi az, hogy kiszúrtam? Hát amikor már szólnunk kellett, hogy mindenki gyászba borul, mert reggel, de nem, hát ő most nyáron egyébként nagyon vidáman öltözik, tehát egy ilyen nyári lepketűrkisz, valamikor csíkos, valamikor egy helyes bordó zsáknadrág. Már tehát... most megtudja a horvát tengerpart, hogy honnan jön a divat. Laci lediktálja nekik. Laci lediktálja nekik, abszolút. Tehát ez, na mindegy, megy tényleg az a klasszikus be az autóban, nagy család, hátul gumimatrac, szendvics. Én voltam velük nyaralni. Komolyan? Persze, fantasztikus jó móka volt. Minden este borozgattunk egy kicsit a szigeten, ittuk a plavacsot, ettük a csevapot. Nagyon-nagyon jó, rengeteget nevettünk. A Laci amúgy egy vicces srác, csak ez a rádióban nem jön át. Szevasz Lacikám, üdvözlök ide. Úton van, mostanság indulnak? Nagyjából szerintem, de biztos vagyok benne, hogy hallgatja. És eszik majd a sok, meg isszák a sok csébetűs, te plavács, plivács. Persze, más hangzó tolódásos. Igen. Ha már elindult, és ezt hallgatja az egész család, most már nagyon szorítja a kormány szerintem. Megengedli a pihenést. Hello, Gyuri, szia, Anett, jó reggelt neked is. Jó reggelt, sziasztok. Hello, mit szólsz, itt van Pisti. Annyira örülök neki, komolyan mondom, mondtam Gyurinak, képzeld, hogy én még eleve nem is találkoztam vele soha, és sokkal magasabb vagy, mint gondoltam. Nagyon aranyos vagy, de láttam a kommentedet, vagy hallottam, hogy a Kabát Petinek sokkal jobban örül, úgyhogy mindegy. Jó, de hát... Én ma neked örülök. Van nekem, jó, kösz. De bocsásd meg neki tényleg, hát a Kabát Petiért ő tényleg régóta van oda, tehát ezt most ezzel nem kell konkurálni. Istenem. Ez nem, így van. Istenem. Na, szóval örülünk, hogy itt vagy. Láttam egyébként... hogy magas vagy sem, azt nem is tudom megítélni, de egy ilyen picit más szakállas arc. Igen, berendezés. Az arcszőrzetem az egyetlen dolog, amivel tudok magammal játszani. És játszol? Tehát ez de nem úgy... ez most hülye hangzott így egyben. Persze, mindig kísérletezek. Igen, de ez most jó, mert a másik, ott valami genfi autószalomban ájultál el egy piros Alfa Romeo-tól, egy pár éves movie lehetett az, és akkor ez az oldalt volt, de alul ilyen kiborotva. Mindig kell egy kicsit, hogy a testsúlyodnak megfelel, attól függ, mennyire kerekedik az arcod. Mindig úgy variálni kell, hogy ne tűnjön olyan mérhetetlenül elhízottnak. De most nem is vagy olyan. Nem. De most komolyan, hát most a Prücs szigetére te is küldhetnél Lacival csébetűs dolgokat fogyasztani. Persze, ki is szokál, nincsenek skrupulusaim. És a Lacival ti ilyen barátok vagytok, hogy együtt elmegyünk nyaralni, vagy véletlenül ő is ott volt? Nem, családilag mentünk el együtt, és ez abszolút tudatos nyaralás volt, és rendkívül jó is, jó móka volt. Jó társaság? Tehát abszolút. Több mint 4 órán túl is? Igen, El lehet viselni. Na, jó, nézzük itt az első SMS-einket, és ne felejtsétek azt se el, hogy ugye ma van a Pisti, aztán holnap jön a Risztovévi, aztán jön Szabó Győző, majd Kabát Peti, és a csütörtök azt hagytuk egy picit ilyen sejtelmesen, ködösen. És ezt egy óra múlva elmondjuk. Jó? Hogy mi lesz csütörtök? Pénteket. Pénteken. Azaz pénteket. Tehát azt most ezt nekem nézzétek el. Péntek. Az SMS-ek. Morgan, mindenkinek az új műsorvezetőt is beleértve természetesen. Üdv Pisti. Úgy gondolom, nem lesz probléma a mai nap. A beszélőkével nincs gond, úgyhogy csapassuk Joci a hajószigetelő elő Rotterdamból. Aztán, ahol barátaim, a hétvége a hatalmas tanulsága, sose ülj be olyan ember mellé a jobb egybe, akinek a kutyája ott szokott utazni, mert lehet kutyapisibe ülsz, mire észreveszed, már késő, McLarenes. Ez valószínűleg egy ő tapasztalata lehet a hétvégéről, de te vagy a nagy kutyás. Én nagy kutyás vagyok, és van két kutya biztonsági ülésem hátul. Ja, hátul. Igen, de nem szoktak bepisilni. És ők be vannak kötve rendesen a kutyák hátul? Igen. Aha. Nyakör, vagy hogyha hám van rajtuk, akkor az két ponton zár, vagy de két ponton kötöm be egyébként. De az egyik kutyád, a Wagner, ugye az nagy pisilős, tehát amikor én találkozom vele, mindig behugyozik. Mert
örömében. Abszolút, nekünk is van két kutyánk, és örömükben tudnak ilyet, hogy így egy ilyen kis welcome drinket. Na jó, de hogy akkor az autót tisztelik. Nagyon. Ott nincs az öröm, hogy fú, de jól vezet anya, és akkor itt... Psss. Nem, ott rémület van. Ott rémület van, tehát nálad nem kevés. Csak azért, mert Gyuri, te hordod be. Igen. Az anyós ülése mindig a Gyuri ül minden reggel. Igen. Tehát, hogy ő neki nem kellett től tartania. Ha csak ő nem pisül be. Magam alá is terítek egy ilyen PVC zsákot, biztos, ami biztos. Ó, hogy ne. Adjon Isten főni, a hétvégen állunk olyan izé. Egyeseknek családi kör, nekem a maradt talpon, na de lépjünk át a nincsen. Buzás Lacinak utólag is boldog szülinapot, szép napot a hetet mindenkinek. Indulhatunk pilóta, Joci a sztárpásztor, aztán jó reggelt, és szép napot, Szelevény, 17 fok, indulás a melóba, és várom a 6 óra 8-at, üdv öcsi a kamionos, valamint jó reggelt, Bocskortív, induljon az újabb hét, Vályi Pisti, üdv a bemondók között, Rüdenhausen, 14 fok, a nagykozári fuvaros. Látod, hogy nemzetköziek vagyunk. Abszolút, ezért mondtam, hogy Tűzföldtől Vácrától, hogy mindenütt ott vagyunk, mert célunk a világuralom és a hűtött italok. Közben itt is... Ezt olvasod, vagy mondod így fejből? Nem, ez nekünk van egy ilyen mozgalmunk, ezt én alapítottam, még nem nagyon terjedt el, igen. De ez a lényege. Ilyen szerényen. Világuralom és a ingyen hűtött italok. Világuralom és ingyen hűtött italok. De ez egy egyszerű világos cél. Igen, csak gondolom, hogy melyik diktátor volt ez a legközelebb. Ez egy jó. Fidel Castro. Na igen. Tudod valamit, látod? A világuralomra talán annyira nem törekedett, de félt. Tehát ő rettegett nem tudom hány évtizeden keresztül, igen, hogy megölik, de a hűtött italok biztos. És mondjuk igen, Dél-Amerikában, amikor jól átverte Che Guevara barátját, hogy menjél, csinálj forradalmat, igen, majd küldök neked fegyvereket és katonákat, és semmit nem küldött. És rányult a hűtött italra inkább. Rányult a mojitóra, majd lelőtték Che Guevarát. Tehát ez így lehetett egy kísérlet a világon. Hát attól függ, hogy mit nevezel a világodnak, szóval. Ez igazából a lakásomon belül. Ott lehet. Na, jól van. Anett megírta az időjárás jelentését, és ez így néz ki, azt mondja, nem élveztük valami sokáig az enyhe időt, már kopogtat a kánikula. Volt enyhe idő, Anett? Bizony, volt. Mikor? Hát azért 30 volt. Most múlt héten. 30 már enyhe? Igen, a 40-hez képest, ami az előtt néhány nappal volt. Ó, volt egy 24 fokos délutánom is a múlt héten. Emlékszem, de csak hogy... neked. Nem a bent lakásban. A lakásban. Nem, az autó mutatta, amikor mentem az aszfalt, tehát mentem rendesen. Az aszfalt. És ilyen délután 4-5 lehetett, és ilyen 24 és felett mutatott. Igen, és akkor én már nagyon vártam a kánikulát. Jó, aztán napról napra egyre melegebb lesz, ma 32 fok mellett lehetnek még futó záporok, zivatarok. A kedd és a szerda csapadékmentes, és 35 fokosnak ígérkezik. A heti csúcsot csütörtökön pipáljuk ki 38 fokkal, péntek este újabb hidegfront érkezik, szombat és vasárnap kiderül, mire lesz képes. Bizony, mert még ott nem láttam időjárás jelentést. Jaj, azért. Emese és Sarolta névnapok. Hajrá, boldog névnapot. Igen, és a Sarolta amúgy a fehér menyét. Tudtad, hogy azt jelenti? Hogy nem. A fehér menyét. Ebből a három szótagból ez kijön? Hát igen. Gondolnád, hogy nem, fehér menyét? Nem, de ez nem egy mozaik szó. De ezt honnan tudod? A tetkódról olvasod? Nem. Utána néztem, kérlek. Van a belső karján valami felirat a Pistinek. Készültem, hogy fehér menyét. Igen. Úgyhogy a fehér menyéteket is üdvözöljünk. 75 éve először jelent meg a nyilvánosság előtt a bikini. Hogy egy párizsi divat bemutató. Hála a jó Istennek. Igen, az olyan... Azért a bikini nélkül mennyire szomorúbb hely lenne a világ. De tényleg így van. Így van. És nem értem férfiaknak miért nincs. Istenem. Nem úgy bírnám, hogy tehát van olyan alsó, tehát alsó, mi ez, fürdőnadrágom, aminek olyan jó a mintázat, hogy még elviselném egy-két felült. Hát tudod, a halálfejest itt. Igen, jó lenne. A menkinit, azt feltaláltak. Menkinit? Hát csak hülyén néz ki rajtunk. Igen, de az nem a borátos. De. Az. Az lehet kapni egyébként? Persze. Igen? Jó, rendelek már neked. De ne mondom. Nem mondom, hogy ne. Várjál, csak töröm a fel, hogy hol veszem fel? Vagy kik előtt inkább? A Risztovéva emlékmedencédnél, hát hol vennéd? Persze, főleg amikor Risztovéva is ott van. Igen, majd hogy fotóz. El tud jönni az a pillanat. 156 évvel ezelőtt Londonban megalapították az üdvhadsereget. Igen. És ma nem volt se olyan híres ember, aki ünnepelt volna, úgyhogy nem írtam semmit. Jó, oké. Nézzük a kosarat, és mellé.
Jó, na, Gyuri is megírta, azt ő kalocsával kezd. Hagyj Pisti, majd én fölveszem. Azt nézem, hogy közben nem látják a rádiónézők, de a bocskor ilyen papírgalacsinokkal dobálózik. Igen, mert ezt egy hallgatótól kaptuk, ezt a bocskoros kosarat. Ó, most vettem észre. És az Anett időjárás jelentését mindig összegyűröm, és próbálom bedobni. Azt hiszem, hogy eddig kétszer sikerült, vagy háromszor. Lehet, azt hittem, Pisti, először, hogy téged, hogy ezt akartad megdobni. Majdnem. Majd összeszedem én is. Így hátradobja a flegmát. Kalocsa 18 fokos. Ott már lesz ma 30 fok napsütéssel. Miami 21, 34 lesz a csúcs, ez klasszik. Aztán Orfű, Miami-t mindig becsempésztük azért. Kell, Miami Orfű, ez egy ilyen fontos tengely. 18 fokos, 31 lesz majd a csúcs, Eger 17, és itt még csak 29 lesz. Igen. Igen. És Budapest most 17 fokos, 30 lesz, itt is kevés felhő. Ez a felhő, ez ott van, ezt látjuk. A Lacika is mondta, hogy ugye most már nem úgy kell a nap, mint kell pár nappal ezelőtt. Igen, narancssárgásabb, sötétebb, amikor elindulunk, de lehet, hogy ez még a felhőtakarónak köszönhető. Mi később? Később kell, most már. Persze. Hát persze. Később van sötét. De egy hete virág. Volt a fél idő, nem? Így van, pontosan hát, egy hete. Annyit még nem tett? De most már lehet érezni. Jaj, Lacika, de hogy... Jaj, mert itt a nyár vége, ugye? Egy másodperc. Minden Laci már érzi. Igen. Igazából ez attól függ, hogy hogyan feküdtél a vasárnap, hogy milyen a hétfő. Na, nézzük a témáinkat, ez egy tök érdekes dolog. Biztos már azért sokan képen vagytok azzal, hogy kik a világ nagy milliárdosai. Persze. És ugye itt, hogyha most azt mondom, Jeff Bezos, vagy Elon Musk, vagy Richard Branson, ők persze azért nagy távolságban vannak egymással a milliárdjaikkal, és ez mind ugye dollárban értendő, de azért mégiscsak. Tehát Richard Branson a szegény csávó, ő a Virgin. Ugye a Virgin lemezkiadó, emlékszel rá, Pisti? Hogy a viharban, Richard Branson annyira szegény, hogy alig 5 milliárd dollárja van. Nem szegénynek meg. 5 milliárd dollárja van csak, ahhoz képest, hogy 100 valamennyi van Musknak, meg Bezosnak. Igen, igen. Hát ő azért nem egy súlycsoportba játszik velük, de... Figyú, de van majd az, és erről majd beszéljünk, és van az a határ, amikor mindegy, hogy 5 milliárdod van, vagy 20 milliárdod van. Ez az unlimited súlycsoport, hogy ott már igazából mindegy? Ez a mindegy, és ez lesz egy érdekes téma. Elmondom a három embert, mi köti össze, túl azon, hogy milliárdosok. Mind a hárman fel akarnak menni a világűrbe. Ugye Bezos az Amazonnak a feje, a Muskot tudjuk, hogy a Tesla, és mind a hárman készülnek az űrbe. Ki lesz most az első? A Musk, vagy a... Elméletileg a Branson. Igen, igen. A Branson, Virgin Atlantic, stb. Ugye légitársaságban is van. Igen, igen, igen. És az arra lennék majd kíváncsi, és erről beszéljük majd, hogy amikor már annyira gazdag vagy, hogy minden olcsó, de egy Bugatti Veyron is olcsó, egy jacht is olcsó. Értem, mire célsz. Hogy akkor mi van az kihívást? Igen. És hogy tényleg, hogy akkor kolonizáljuk a Marsot, vagy nem tudom. Igen, és hogy ez már egy őrület, vagy inkább egy cméregetés a többi milliárdossal szemben, hogy ez mi? Ez mi zajlik le az emberek ez agyában? Ez egy nagyon jó téma, ezt megbeszéljük szerint. Hogy igen, megbeszéljük, de hogy tudunk-e egyáltalán ezzel bármilyen szinten képzeletben azonosulni? Hogyne! Igen? Mindenki eljátszik azzal, hogy mi lenne, hogyha örök élet minden fegyver. Persze, mindenki eljátszik ezzel, és alkoholistává válik, ha egy lottó ötös nyer. Igen. Tehát igen, de hogy mi tudnánk ezt jobban. Jó, hát te igen, mert te közelebb állsz ehhez azért, mint Márki másik közülünk. Érdekes, van ennek valamilyen kis városi legenda íze ennek a nekem mim van? Nekem nincs is semmi. Ó, ugyan. Figyelj, ugyan, aki távirányítóval nyitja a garázskaput a Merciéből, az nekem ne. Miért, de mivel nyitott? Kiszállsz és elkezded kinyitni én a maszkaput? Én az utcán parkolok, nekünk csak ez jutott. Ne mondd, hát óbudai fickó vagy. Persze. És attól meg az utcán parkolok. Emeleten laksz? Aha. Ugye? Látjátok a szemébe ezt a sajnálatot? A második emeletre lakunk. De egy nagyon szép körgangos házban lakunk. Ott, ahol amúgy a kemény kalap és krumpliort forgatták. Komolyan? Konkrétan abban a házban. Az a ház. Igen, gyönyörű az egész. De jó, hát csinálj már fotókat. De úgy, hogy van rajtad egy... Kemény kalap meg egy krumplior? Röhögni fogsz, de van. Van ilyen fotó? Nem, van kemény kalapom is, meg krumpliorom is. Ja. Na jó, szóval ez egy nagyon érdekes téma lesz, hogy mire, aztán a mi szintünkön mi számít luxusnak, hogy ez a luxus, ez mindig egy relatív dolog, ez a vagyonodtól függ, vagy a luxus az már, amire sajnálod a pénzt, mégis kiadod, mi az? Vagy inkább a képzeletettől függ? Lehet, hogy amit te kigondolsz magadnak, hogyha már tényleg annyi van. De nem, de például neked, majd arról is beszélünk, nem mondd most el, hogy neked van-e valami otthon, valami tárgy, bármi, amire azt mondod, ez luxus. Jó. Ami lehet, hogy tök relatív, a te luxusodon lehet, hogy én röhögök. Így, érted? Egész valószínű. Az empátia az egy nagyon-nagyon fontos erőgyel, bocsinak. Ez az egyik témánk. A másik pedig,
A Laci, Lovász Laci hagyott még itt nekünk örökségül egy nagyon érdekes dolgot, ilyen a világ nagy kérdései, mondjuk így, mindig valahogy felkerülnek a Twitterre. Twittert mi alig használunk, de mit tudom én, most például olyanok, hogy nincs is arra fizikai bizonyíték, hogy ma hétfő van. Mert ezt egyszer csak valaki kitalálta, és onnantól ugye hét naponta hétfő van. Tehát, hogy lehet, hogy ez ugyanúgy, lehet, hogy ez szerda, hogyha egy exaktabb megközelítése lenne a nap elnevezése. Én elmondom neked, hogy lehet, hogy 11 nappal igazából el vagyunk csúszva. De ezt igen. Majd elmondom. Ezt is mondd el, de aztán másért, de remélem, nem csak naptárban vagy otthon, mert itt lesz például olyan, hogy 80-as, 90-es években arra buzdítottak bennünket, hogy sok műanyagot használjunk, és ne papírt, mert az eső, vagy az őserdők, esőerdők, azok ugye kimúlnak. Ma meg az van, hogy sok papírt használjunk, és nem műanyagot, mert meghalnak az óceánok. Fé, ezek a trendek, ezek ugye? Ez nekem annyira heróton van tőle. Ugyanez, mint a margarin, zsír, nem jó. Most így megint van. Kiderült, hogy megint a zsír, és most ez egész egy ilyen, kezdem azt hinni, hogy ez egy divat. Egyetértek veled, és látod, ilyen pontokon megyünk majd. Egyetértett velem a bocskor. Ne, hát az van ilyen, mondd el nekünk, milyen vagyok. Nagyon egyetértünk. Na, szóval ez nagyon-nagyon sok ilyen kis Twitter dilemmát fogunk majd megbeszélni egymással. Jó. És aztán Voga tanár úr bejelentkezik, ugye, ő pedig azt mondja, hogy előadja nekünk, hogy mit tette tönkre a zeneipart. A 440 Hz, az most mi? Ez nem a normál A-hang? De ez a normál A-hang, és a Voga szerint ez nagy baj, hogy az a normál A-hang. És abszolút igaza van. A normál A-hang tönkretette a zeneipart? Majd mesél nektek a Verdi-féle A-hangról, és nagyon-nagyon érdekes amúgy meglátás. Wow. Ez évek óta foglalkoztatja amúgy hát mondanám, hogy a brit tudósokat, de nem, hogy most mit nevezünk zenei A-hangnak, illetve hogy honnan, egyáltalán ki az, aki megállapította, hogy a hangvillának a 440 Hz-es rezgése lesz a... És ez valamilyen módon befolyásoló, igen, tényezővé vált a zene. Igen, ipar. Én nem akarom lelőni a point, mert jó, de az ne lőd le semmi. Biztos, képen. Hogy a tanár úr jól el fogja tudni magyarázni, hogy miért. És abszolút igaza is van benne. Wow. Már meglátod. Egyáltalán ez olyan, mint a hétfő. Ki mondta, hogy hétfő, ki mondta, hogy áhag, meg miért? Hát igen. Előfordulhat, hogy mondjuk Mozart vagy Beethoven meghallgatja egy mai, ma eljátszott akkori művet, és azt mondja, hogy ez nem is én írtam. És majd a Voga elmondja, hogy mi. Azt a mindenit. Na, ugye? Ez nagyon durva. De tényleg érdekel, és a Voga tényleg ért. Az a lényeg, hogy legyen Aerosmith, mert megígértem a... Lesz Aerosmith? Ha nem, akkor rakjatok be. Muszáj. Melyik lesz? Minden. De mi legyen inkább? I Don't Wanna Miss a Thing, vagy a Ragdoll, vagy a Girls of Summer, vagy valami ilyen. Az egy ilyen jó. Vagy Dude Looks Like a Lady, az nagyon jó. Na, akkor mégiscsak ismered az Aerosmith-t. Egyik legnagyobb Aerosmith rajongó voltam az elmúlt évtizedekben. De miért csak voltál? Mert vagyok egyébként. Na, ez is egy hiba, amit elkövetnek az emberek, hogyha mondjuk pont most nem. Nem csak, hogy ritkában hallgatok ma. De mondjuk a Steven Tyler szóló lemezét is megvettem. Nagyon jó. Iszonyat jó. Na jó, gyerekek, ez más pénteki pillanat, legjobb pillanatokra kerüljünk át, és itt ugye arról volt szó, hogy milyen érdekes, hogy Amerikában egy kutya youtuber, ha lehet így egy kutya szakértő, a YouTube-on mond kutya szakértelmet, 54 éves, és az egyik kommentelője a 26 éves Sarah beleszeretett. Ezt a sztorit hallgassátok meg, ha nem hallottátok még, és három hónap múlva el is vették egymást feleségül férjül, és mi arról beszélgettünk akkor a Lacival, hogy meg mindenkivel, hogy lehet-e valóban valós online érzelem, és ráadásul csaj kérte meg a pasi kezét, hogy ez helyén való-e, ezt hallgassátok meg. Ez a Bocskor! Ami Lovász Lászlónk ma reggel, Vályi Pisti egyébként, Laci nyaral, 3-7 elmúlt 2 perccel. Szeretettel köszöntünk mindenkit 3-7 után 2 perccel. És téged is egyébként sokan. Jó reggelt, bocsi, Vályi Pistinek sok sikert kívánok a mai adásban, meséljen zsigulikról, csirketelepről, malévról. Pénteki adás nem is kérdés, hogy hát ahogy a kérdés, az majd mindjárt kiderül 7 óra után. Ma 6 óra 8-kor Lovász Horvátban horkol, nem jön helyére bárki, itt van velünk a Vályi. Igen. Ezeket olvastam, nagyon kedvesek. Igen. Köszönöm szépen mindenkinek. Sziasztok, rég jelentkeztük, szeretnénk megköszönni nektek azt a sok mosolyt, amit nap mint nap adtok és adtatok nekünk az elmúlt másfél év alatt. Veletek könnyebb volt, hála és köszönet az intenzíves lányok, üzenik ezt nekünk. Váltan 6 óra 8, kedves urak, Annett is persze, bocsi, mi ez, puszi, bocsi, apu pecsétgyűrűjére, sziszi, hát nyújtom neked a kezem. Szép jó reggelt, legjobbakat érdeklődve várom Vályi Pistivel dúsított ma reggeli bolondériát, éljenek a 6 óra 8-ak, Furtai Kati. Szóval ezek még a reggeli kis ébresztős, ébredős SMS-ek. Facebookon dettó ugyanez van. Igen? Mindenki jó reggelt, ezik, hát én is.
De ezt ne ilyen unottam volna, mindenki jó reggelt. Nem, ezik. A jó reggelt, ezik mindenki. Ezek kedvességek, ezeket kell tudni fogadni. Abszolút, imádom az embereket. De nem, vicc nélkül, én nem csodálkozom azon, hogy így hétfőn azért nehezen indul mindenkinek a hét, de majd erről fogunk beszélni a későbbiekben is szerintem, amúgy, hogy miért van ez. De most rólad beszéljünk egy picit, mert már egyszer úgy kérdeztem tőled, de ez azt hiszem a tévéműsorban volt, hogy ez az autós újságírás, mint olyan, hogy ehhez kell-e, tehát mi kell inkább, szakértelem, vagy inkább szórakoztató készség. És akkor te azt mondtad, hogy szakértelem azért nem árt, ha van. Hát kenyeret se ülök neki, vagy állok neki úgy sütni és árulni, hogy nem tudom, hogy hogyan kell. Szóval, de nem igaz, de mert nagyon sokan nem értenek hozzá, és mégis. Tehát azt látom, hogy ez egy jó koncepció. Jó, hát rádióztok ti is, szóval értem. Például. De hogy ki kérsz egy autót egy szalomból, veszel egy videókamerát, mész vele három kört, mondasz róla szépet, ilyen szép az ív, olyan szép, hát ez a motor nem harap annyira, vagy harap, és akkor megvan a tartalom. Ez azért ennyire nem egyszerű. Tudom, de én csinálhatnék ilyet. Hadd a kávémat. Mit csinálsz? Most adtál neki egy kávét, vagy de ő nem, miért akarod elvenni a kávémat? Nem, csak arrébb akartam tenni. Miért? Nehogy esetleg ott veszélyes helyen legyen. Mi? Ja, olyan széles taglejtésekkel magyarázol, hogy le fogod borítani a kávédet bele a keverőpultba. Jó. Na, figyelek. Tehát, hogy ez nem olyan egyszerű. De kell mindenképpen szakértelem. Egyrészt tudnod kell, mitől működik egy autó, meg mitől lesz más, mint a többi. Szóval ha érzed, amikor vezeted, hogy most akkor ez most alulkormányzat, túlkormányzat, milyen a futómű, keresztirányba, hosszirányba, milyen motor karakterisztikája. Ezek nem bonyolult, ezek szakmai dolgok. Igaz, de nem biztos, hogy az átlag néző ezzel tud mit kezdeni. Tehát megkapom az információt, tetszik is olyan okoskodó vagy, és most jó értelemben, de... Ezért kell néha közérthetően elmondani, hogy ez ilyen, az meg olyan. És azért, mert hogyha nem tud megindokolni, akkor az csak füst, nem mondasz semmit, csak azt mondod, és akkor hát nincs mögötte súly, érted? Láttam egy német lányt, aki azt az autót, ami most nekem van, bemutatta. És helyes volt, még talán értett is hozzá, de ő végig simogatta így az autó seggét, meg mindent, tehát hogy ő ebben az irányban... Ez melyik csatornán volt? YouTube csatornán. Aha. De kellett előtte egy 18-as karikát? Nem, a saját segít, autó segít. Tehát, hogy... Ja, akkor, azt, hogy áll az autó veled, és magát tapizza. Annyira bírtam ezt a női megközelítést, ott a varratokat, akkor beleült. Mert a nők teljesen más, hogy viszonyulnak a tárgyakhoz, mint mi férfiak. Az autóknál ez különösképpen feltűnő. Ezért például sokkal nehezebb férfiként neked nőnek autót eladni. Mert egyszerűen nem tudsz az ő fejével gondolkodni, és ezt üzenem minden autó kereskedőnek, hogy jó, hogyha van egy női üzletkötő is a szalomba. Vagy egy meleg. Igen, akár. Legrosszabb esetben. Tehát, hogyha ne, hát ő tud, nem? Színes varratokról egy meleg férfi sokkal jobban tud előadni. A nőknek a formák, a színek sokkal vizuálisabb típusok a nők. Nem érdekli őket a motor, meg a futómű, meg a csomagtartó mérete. Akkor én nő vagyok. Akkor én... Na, de térjünk erre vissza. Tehát, hogy ugye az autós újságírás szerintem azért az egyik legnehezebb, mert kénytelen vagy kérni autót, ugye hát nem veheted meg az összeset. Nem kérsz, Isten ments, ez már rég az, hogyha kuncsorogsz az autóért, el kell érned arra a szintre, hogy te azt neked adjonak. Mert... Na de igen, de miután nagyon sokszor kritikusan beszélsz arról a termékről, lehet, hogy nem szívesen adnak. Ez nem. Tehát van-e olyan, hogy megsérted a Hondát, mert és akkor a Honda legközelebb már nem ad. Hát akkor Istenem. Erre mondanék valamit, hogy akkor... De van ilyen, persze, meg ugye nekünk nagyon itt nagyon ebben az országban sokáig... Ú, de most mindjárt összeszedem ezt a mondatot, várjál. Sokáig nagyon nehezen vetkőzték le ezt a fordítva ülünk a lovon rendszert az importőrök. Úgy érezték, hogy te érezd magad megtisztelve, hogy járhatsz az ő új autójukkal. És ez itt az alapvető probléma. Na de ezért kérdezem, mert értelmét veszteni a mű. Így gondolod, akkor rögtön egy olyan alárendelt szerepbe kerülsz, és amiből nem tudsz kijönni jól. Szóval neked valahol azért meg kell maradni objektívnek, és tudjuk, hogy nincs. De ezt hogy tudtad elérni, vagy hogy tudjátok ti elérni? El tudtátok egyáltalán érni, hogy odaadja az autó importőr, vagy kereskedő, vagy bármi az autóját, és tűrje azt, ha éppenséggel húsánggal vágjátok, ütitek. Amit az előbb is mondtam, hogy ok nélkül nem szarozhatsz, vagy ezt a szót ki lehet mondani itt ilyenkor reggel? Ki? Jó, mindegy. Gyuri, egy kicsit így. Mindegy. Szóval ok nélkül nem
ócsárolhatsz egy autót, akkor támaszd alá, hogy azért, mert a többi ez így csinálja, vagy ez ezért nem jó. Én igyekszek ezt megcsinálni, nyilván én is nyúlok mellé, olyankor azt mondom, hogy bocsi. De nem kell, hogy ennyire, hogy jogilag, hanem azt, hogy mit tudom, bemész, hogy hát ez a kis kopogós műanyag, hát ez tényleg, mint az utolsó kínai autókban, és már elrontottad a hangulatát az importőrnek. Van ilyen. Figyelj, az importőrnek is ugye ezekkel a tesztautókkal, vagy a flottával, vagy a tesztautóflottába beállított autókkal, azért neki kell referálni külföldön a gyártócég felé, mennyi megjelenés volt, hol jelent meg, milyen volt a sajtóban a fogadtatása, úgyhogy megcsinálhatja ő azt, hogy most mint én tudom, egy fél évig akkor te ilyen tiltólistán vagy nem is tudom. De akkor neki ez nem lesz bent a riportban. Nem érdemes. Volt-e olyan korrumpálni próbáltak? Tehát, hogy odadom a feneked alá? Mindig van. Igen? Mindig van. Azért ez egy kicsi piac. Mi a magyar piacon nagyon tudni kell, hogy hol van a helyünk. Nagyjából a tizedes vesző utáni második szám vagyunk világviszonylatban. Ezért persze. Meg tudod, vannak még... ez hogy kell így PC-n fogalmazni? Voltak a szakmában, a barikád másik oldalán, olyan emberek, akik még azért a régi rendszerből áthozták magukkal ezt a nagy kicsit azért, na, milyen kis, tudod meg. Az majd szépet írja, így ezzel, és akkor kedved lenne visszafordni, és odaadni a kulcsot, hogy így köszi, így nem. Hogyha te nem bízol annyira a saját termékedbe, akkor inkább ide se add. Ne hívj fel azzal, hogy itt van az új vakaszuka búznyák, és akkor vidd el, mert hogyha nem bízol benne, akkor ne add ide, mert ismersz, hogy milyen vagyok, és meg fogom írni. Hát igen, csak hát ez nagyon nehéz lehet. Volt erre is példa. Igen. Volt olyan importőr, aki azt mondta, hogy figyelj, Pista, itt van ez a kocsi, inkább ne vidd el, mert szerintem se lett olyan jó. És erre azt mondom, hogy oké. Okay. Aha. Erre azt mondom, hogy oké. Okay, hogy csinálja a Top Gear? Ők megveszik? Rengeteg pénzből dolgoznak. Hát az nyilván, de hogy ők pont azért kérdezik. Megengedhetik maguknak azt, hogy akár meg is vegyék, aha, meg ők megkerülhetetlenek. Ugye ez egy nemzetközi produkció. Ott egyszerűen nem tudsz elmenni mellettük úgy, hogy ne essen le egy tesztautó a bárhonnan. Meg az egy hatalmas reklám is egyben. Mondjuk kétélű. Hát nagyon. Mert volt rá példa, hogy beestek ezzel-azzal, de utána elérték azt, hogy a gyártó ezen elgondolkozzon, és esetleg fejleszten az adott típus bizonyos tulajdonságain az újságírói visszajelzések által miatt. És ez amúgy létező dolog. Ez egy létező dolog. Mi tudjuk befolyásolni azt, hogy mi történik egy autóval, még ha kicsit is, de például volt olyan típus, amit a magyar piacról kivontak ezért, mert rámutattunk, hogy gyerekek, hát egy családi autóban nincs fejtámán, meg ilyenek. Szóval ez annak idején. De volt ilyen. És ez egy teljesen jogos, ettől hát függetlenül, hogy megsértődik az importőr. Ezért érdekel ez a műfaj, mert tényleg itt valós termékek, valós értékelést kell, hogy kapjanak, amely vagy árt, vagy segít neki az eladásban, de amennyiben kiderül, hogy itt valami átszás van, igen, akkor az egész összeomlik. Összeomlik, de figyelj, ezt el kell érned, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mik a te értékrendjeid, és ezen ne sértődjenek meg. Nekem nem érdekem az, hogy én egy páváskodjak egy új tesztautóban, mert van nekem sajátom, köszönöm szépen, én ezzel vígan el vagyok, ezért tudom helyén kezelni. Ugye ez a legnagyobb problémája talán a hazai autós újságírásnak, hogy nem tudod az adott típust helyén kezelni. Olyan dolgokhoz hasonlítod, amik nem kategóriatársai, vagy a régi autókat hasonlítod össze az újjal, nem. Az akkor volt, ez most van, új autóteszt, akkor ez ilyen. Hogy néz ki egy geggelés? Tehát, hogy mi alapján csináltok egy újabb filmet? Éppen beesik egy márka és simán tesztelünk egyet, vagy rámész, mit tudom én, nem tudom, a kedvenc középkategóriás futóműveim, most mondtam valami hülyeséget, érted? Tehát, hogy amikor műsor tartalmat gyártotok, akkor mi a megközelítés? Nézd, ki lehet mondani, hogy hol dolgozom? Ki lehet, nem? Persze. Ugye nálunk a Speed Zone-nál ugye most állandó rovatok vannak. Ez egy vizuális dolog, mi abszolút csak, jóformán csak videókat gyártunk, bár most elkezdjük a honlapot is erősíteni, mert kell. Vannak rovataink. Van a használt autórovat, az van kedden, most amúgy hétfőn pont 10-kor lesz egy állománygyűlés, amit nem leszek ott, innen is üdvözlöm a fiúkat. Állománygyűlés. Ez így van. És van a használt autórovat, és akkor van a szombati adás. És mindig a szombati adás az, ahol van valami sztori vagy történet mögötte, hogy legyen. Mert az úgy emberközeli. Uh-huh. Mikor bemutatsz valakit, vagy valamit, amin keresztül valaki csinál valamit, kell bele egy sztori. A keddi meg a pénteki rovat, az új autó, használt autó, az egy klasszikus teszt. Megvannak a kvázi a sablonja, hogy kintről megyünk befelé, valami szép helyen forgatunk, legyenek vágóképek, de
ugye ez előre meg van tervezve két héttel, úgyhogy be vannak írva, nem tudom, a tesztautók, és akkor ki van osztva, hogy ezért te mész el, azt te hozod el, ez nálad lesz, ez nálad lesz. És akkor, hányan vagytok? És akkor így összesen titkárnővel együtt talán 9-en. Ez az állomány. Abszolút. És ez így jó. Ez így jó. Ti sem vagytok sokan. Nem, mi sem vagyok sokan. És abszolút. Ez így jó. Na, Pisi, nagyon köszi, hogy elmondtad ezeket a dolgokat. Hát szerintem nem tudom, mennyire volt vicces, meg érdekes. Az érdekes az meg volt. Az érdekes része meg volt. Nem kell, hogy mindig minden vicces legyen. Jövünk vissza nem sokára, és arról fog majd beszélni, hogy itt a világ három nagy jelentős milliárdosa érdekes módon egy valamiben próbál most versengeni egymással, mindannyian ki akarnak jutni a világűrbe. Mert a Föld már kevés. A Föld már nekik kevés, pontosan. Beszélek itt Jeff Bezosról, az Amazon főnökéről, Elon Muskról, ugye a Teslás csávó, és Richard Branson, aki a Virgin birodalmat alapította, és érdekes módon a legszegényebb, a csak 5 egész valamennyi milliárd dollárral rendelkező Richard Branson megy először. És hogy ez most egy férfias nemi szerv méregetés-e? Vagy van-e mögötte bármi más? Erről már voltak az előbb gondolataink. Gondolod, hogy az űrsikló az új Mercedes, vagy? De igen, az új Mercedes, az új nem tudom mi. Vagy akármi. Igen, tehát hogy el tudunk-e most majd agyilag jutni, hogyha a Pisti meg én, vagy akár a Gyuri, hogyha ennyi... Gyuri nagyon nehezen. Hogy ennyi milliárdunk van, van-e az a pont, ahol már mindent elengedsz? Imádok fiktív pénzt költeni. Én is. Jó, ezzel jövünk vissza a hírek után. 7 óra 10 perc, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, itt van velünk Vály Pisti, hello Pisti. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, Laci nyarral, aztán Gyuri, hello jó Gyuri. Reggelt, szia Anett, neked is, hello. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, és néhány SMS, azt mondja, imádlak Pisti szőröstül, bőröstül, a legjobb pasi, okos, magas, jaj, beszél, üzeni Andi, okos, magas, beszél. Ennyi. Tulajdonképpen köszönöm Andi, ezeket az igényeket még ki tudom elégíteni. Jó reggelt, Istennek előbújik a nejem a hálószobából, épp a Pisti beszélt, fülek, azt kérdezi, Niki. Kérdezi ez meg ki? Mondom, Vályi Pisti, erre ja, az autószerelő? Az. Szép napot, Józsi. Bárcsak tudnék autót szerelni, mint egy autószerelő. Még hogy nincs híres embernek születésnapja, ma 71 éves Huey Lewis. Ne viccel már, Huey Lewis az egyik legnagyobb 80-as évekből. Általában csak a Vissza a jövőbe betét dalaként ismerik a Power of Love, de eszméletlen lemezei voltak. A Power of Love, azért az egy jó. A nagyon jó, az csak jó, azért volt egy csomó nagyon igen, jó. Igen. Embertel jó lemezei voltak. Huey Lewis megsüketült egyébként. Azért az úgy egy komoly csapás, nem? Egy zenésznek. Az Phil komoly. Collins is, megérted? Phil Collins. Phil Collins. Azt hiszem, te mondtad. Én nem vagyok ilyen rossz. Te mondtad. Belelögted a bocsit, de szó viccbe volt. Ennek most nem lesz vége soha, mi? A 31-es út Mende után Sűsáp irányában baleset, valamint Laci ma feltűnően jó. Üzenik. Én kérek elnézést, Laci, te is nagyon jól vagy, vigyázz magadra út közben. Na, ezen a héten ugye most hétfőn Vályi Pisti helyettesíti Lovász Lacit, holnap Risztov Éva, aztán szerdán Szabó Győző, csütörtökön Kabát Peti. És ugye mindenki azt kérdezi, és nagy találgatások voltak, hogy mi lesz majd pénteken. És örömmel tudom bejelenteni, hogy a régi jó barátaim, harcostársaim, kollégáim együtt, egy légtérben, velem együtt, így hárman a stúdióban, azaz Vokci és Boros Lajos. Istenem, mekkora dzsihád lesz itt. Nagyon nehéz, ez egy nagyon nehéz emocionális kérdés volt, ugye Lajos is azért ritkábban mutatkozik, bár csinálja a saját podcastját. Vokci rendszeresen szerepel nálunk, ő a Lajossal szokott dolgozni ilyen podcastokban, de olyan rég volt, és ugyanakkor meg valahol nagyon felemelő, mindenki a bumeránkhoz hasonlít minket, és aztán felhívtuk Lajost, hogy volna-e kedve, és... És van benned egyfajta könnyes nosztalgia? Persze, ugye? Abszolút. Most nézem a képeket, ki van ide téve. Hát ne viccelj, hát ez egy óriási korszak volt, és egy nagyon hosszú utazás. Tehát, ha jól tudom, azt hiszem 17 vagy 19 évet voltunk együtt, tehát az azért... És biztos vagy benne, hogy fel tudjátok kapni ugyanúgy a fonalat, szóval vattok olyan viszont? Én nem várom magunktól azt, hogy egy ugyanolyan műsor csináljunk. Isten, ne, ugyanolyat ne. Egyszerűen csak legyünk együtt, dumáljunk a hallgatókkal, reagáljunk arra, amit ők... Tehát, hogy nem úgy csinálunk műsor, mint mondjuk most te meg én. Persze, mert nekünk nincs közös élményünk annyi, mint nektek. És igen. Akkor ezért megy ilyen akadozva ez a beszélgetés, hogy néha közbe szólok, próbálok viccesen, de igazából nem. Nem. Más lesz. Ez egy érzelmi kis kirándulás lesz.
Na reméljük, hogy nem lesz mélyé, csak magasabb. Figyelj, minden gödör után jön az emelkedő, ezt úgy képzeld el. Ja, na, most viszont beszéljünk erről a témáról, amit már beharangoztunk. Tényleg nagyon úgy néz ki, hogy itt a világ nagy milliárdosai már csak az űrben tudják itt egymás erejét, vagy nem tudom, férfiasságát, vagy összemérni, tudjátok, hogy mire célzok. Itt van Jeff Bezos, ugye ő az Amazon alapítója. Aztán itt van Elon Musk, ő a Teslának a, mit tudom én, milyen, mindene. Richard Branson, a Virgin feje, volt a Virgin lemezkiadó, volt a Virgin légitársaság. Minden Virgin volt. Minden Virgin volt. Isteni a figurai. Igazi rockstar az üzleti szférában. És Like a Virgin fog szólni, mikor... Gondolod, hogy ez egy ilyen űrerekció? Hogy igazából azért történik mindez, mert elfogyott egyszerűen a licit? Nem tudnak már mire... És különben ez egy érdekes kérdés. Miért nincs ott egy arab sejk? Ők nem vágynak az űrbe, pedig pénzük is van. Vagy már voltak. És lehet, hogy el is intézik maguknak, de ők általában viszonylag névtelenek. Tehát ezek a fickók, akiről beszélünk, ha belegondolsz, a dollárd millió hegyek tetején állva, ők már valahol azért rockstárok. Hogyne. Tehát egy Bezos, egy Musk, ezek sztárok. Akármilyen furcsa, pedig üzletemberek, egy Branson. A Branson az által az egész modellvilágot megcsinálta a kis privát szigetén. Tehát ott járt a lábai között Naomi Campbelltől kezdve, nem tudom kicsoda. Hát igen, egy brandé vált a nevük. Hát a Musknak egy kijelentése befolyásolja a tőzsdét. Lefelé, felfelé. Abszolút, pontosan. De ő is megcsinálta... Ezért jutották le. Ő is megcsinálta Amber Heardöt, miközben még a Johnny Deppnek a felesége volt. Hát ezek rosszabbak, szemét, mint a rossz lát. Fiúk. És akkor a hűtőszekrényen vannak felírva a nevek. És akkor, igen. Neked, ja, behol, de vált fog. De egyébként igen, tehát én is azt gondolom, hogy jóra célzol, hogy ők már nem nagyon tudják miben összemérni magukat, mert most az egyiknek, várjad, hol vannak itt a pénzek? Hát figyelj, van ott ugye egy a Bezos 5 milliárd. Hát igen, de várjál, a Bezos, az Amazonos 177 milliárd vagyona van. Musknak 151 milliárd dollárról beszélünk, emberek, dollárról, és Richard Bransonnak csupán 4,8 milliárd. Istenem, de sajnálom Richard Branson. Mennyire rossz lehet egy ilyen társaságban, amikor sorolják így, hogy és te hanyadik vagy a listában, és akkor 589, hát olyan szám nincs is, ne viccél már. Mit keresett? Ez mindenki a maga szintjén nyomorog. Itt az a kérdés, hogy ez a fajta űrerekció, ez szolgálja-e az emberiség érdekeit, vagy egy öncélú na szerinted mi? Nézd, én biztos vagyok benne, hogy az, amit a Musk csinál, meg valami, ő legalább ügyesen csomagolja. Soha nem tudjuk meg az igazat, hogy ez miért van. De ha megfigyeled, ő mindent csomagol igazából. Tehát ő maga a nagy csomagolás szerintem. Lehet, hogy neki kéne a lapsátokat is csomagolni, mivel szenvedtetek itt a reggeli közben. De hogy biztos, hogy van valami, meg hát valamennyire. Persze, mi érdekeinket szolgálja, hogy a Richard Branson elsőként jusson fel az űrbe. Figyelj, egyébként teszi ez július 11-én, tehát ez jövő vasárnap, ha minden igaz. Megindul a Virgin Galactic VSS Unity nevű űrrepülővel, és kimegy az űrbe, 5 fős legénységgel, és lehet az interneten követni, stb. Aztán majd te is befizethetsz egyébként a Branson űrhajóról. Jó. Ha akarsz. Aztán várjál, a Bezos 9 nappal később megy, tehát ez nem egy lúzerség? Figyelj, a második az első, aki veszít, tudod, van egy ilyen mondás. Igen, abszolút. És az az érdekes, hogy ugye a Bezosnál gyűjtöttek a követői, meg az emberek, hogy ne is jöjjön vissza. Igen. Hogy maradj ott, kint. Utazzál édesanyjadhoz, de már ne gyere vissza. Na, várja, Bezos, várja, tudod, hogy megy? A testvére lesz még vele ott, egy 84 éves egykori pilótanő. Valley Funk. Milyen jó neve van. Igen, és... Most azért állj meg egy szóra. Értem, hogy pilóta. Azért 84 évesen... 82. 82 azért legalább egy ilyen, mit én tudom, felülvizsgált, vagy reflexvizsgált, tehát azért elvét. Tud-e tolatni az űrhajóban? Párhuzamos parkolás a hold sötét oldalán, érted? Találunk-e ott valamit? Meg... A negyedik hely pedig egy eddig ismeretlen személy, aki 28 millió dollárt adott ezért egy árverésen, ezért az útért. Ez meg a másik, hogyha te 28 milliót kifizetsz valamiért, te akarnál ismeretlen lenni azzal, hogy az űrbe mész? Vagy majd utána visszajön és posztol egy selfie-t? Az biztos. Hát várjál, nem a stelázsi lesz a háttérben, hanem a föld. Biztos, hogy várjál, a Bransonhoz befizethet 102 millió forintért, már elvisznek legközelebb. Várjál, megnézem, van egy nálam, mert...
számlámon lehet, hogy az még beszélni. Összejön egy pár ilyen kölcsönautóból. Várjál, és 28 millió dollár. Most azon törtem a fejem, Bezos kimegy a testvérével, a 82 éves pilótanővel, és a 28 millió dollárt megvásárolta, így mennek négyen. Ki fogja ezt vezetni? Ugye? Lesz a személyzet. A tesó, az öregasszony, és a gazdag. Meg ezt hogy képzeljük el? Tudod, mert eddig ugye az volt, kimennek az űrhajósok, tele műszerrel, tudod, kutató munka, ezek mit vissza magukkal, kávéját, meg francia pesgőt? Igen, elfelejtették, jó lenne, valaki értene hozzá, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Jó, lehet, hogy a Bezos tudja, hogy mit kell megnyomni, meg ahhoz, hogy visszajöjjenek. De hogy, az Amazonos, hát az is egy csomagoló. De hogy ők csinálnak ott valamit, vagy csak úgy szétnézünk? Mint amikor én lemegyek mondjuk, mit én tudom, Nyíregyházára, hogy mi van ott. Hát nyilván alapvető a kíváncsiság, de azt gondolom, na, hát ez, te tetted fel a jó kérdést, hogy szerintünk ez valami jó célból történik, vagy ezeknek a milliárdjaik már annyira nem tudják mire költeni, hogy tényleg egy ilyen hát figyelj, mondd ki hangosan, most az, hogy egy milliárdos kimegy a haverjaival az űrbe. Nem tudom kimondani hangosan. Ne, azt nem mondd ki. Ja, jó. Az, hogy egy milliárdos kimegy az űrbe, az mi más lehet, ha nem öncélú? Anélkül, hogy ő ott bármi nemű, már arról nem szólnak-e hírek, hogy ő most ott vizsgál valamit. Kimegyünk, szétnézünk, hazajövünk. Igen, ez látszólag egy családi utazás, meg egy 82 éves öregasszony. De egy rohadt lángos nem tudsz megenni, érted? Nincs ott semmi, csak nem. A sötétség, meg a hideg. De amúgy biztos szép, meg elmondhatod magadról, hogy jártál az űrbe, hogyha ugye 80 kilométernek fogjuk fel az űrhatárát, akkor 90-re fölmész, taps. Jó, egy picit menjünk el ettől az űrutazástól, és most nézzük meg ezeket a pénzeket, hogy milyen érzés lehet, te el tud-e képzelni azt, Pisti, hogy annyi pénzed van, és ezeknek így van, annyi pénzed van, hogy minden, ami a világon megvehető, az olcsó neked. Vagy tehát ki röhögsz az árán. Én úgy gondolom, hogy mindenki azt mondja, hogy el tudom képzelni, de igazából nem. Mert nem vagyunk abban a helyzetben. Ez valami, életemben egyszer vezettem formát. Jó érzés autót, lenne, vagy nem? Megkérdezték, hogy milyen. Nem tudom, hogy milyen, mert nem tudom, mihez hasonlítani. Uh-huh. Mi a sok? Oké, de jó érzés lenne, hogyha mondjuk egy Bugatti Veyron, vagy egy szálloda Dubajban, ha megvennéd, röhögnél az árán. Érted? Persze, hogy jó érzés. Nem tudom, hogy jó érzés lenne. Nem lenne nyomasztó? Hát onnantól már semmi elképzelés, semmi cél, semmi motiváció. És ezekben lehetnek ezek az urak egyébként, mondom csak így by the way. Gondolod, Gyuri, hogy akinek pénze van, az motivációját veszti? Nem, hát akinek a világon a legtöbb pénze van, és tényleg, ahogy a Bocsi mondja, hogy bármit megtehet, bármit megvehet, annak utána akkor hol van a mozgatóerő? Hát a világuralom és a ingyenes hűtött italok. Hogy ezt az elején elmondtuk, de mondasz valamit, nem tudom elképzelni. De hogy ére, tehát hogy értékénél fogva tudod-e kezelni azt a luxusautót, vagy luxuskarórát, ha már olcsó? Biztosan nem. Ezek eldobható dolgok lesznek onnantól kezdve. Mert egyszerűen annyi van. Nagyon nehéz ezzel azonosulni, amúgy tudnánk, de az, hogy a pénz nem boldogít, azt általában azok mondják, akiknek sose volt. Én szerintem amúgy boldogít. Én például olyan boldog vagyok, hogyha úgy ébredek fel, hogy van a pénztárcám. Ja, persze, pénz. Nem. Abszolút. Tök jó napom van. Vagyunk így ezzel pár. Hát de nem. Hol tartod te is nevetségesnek az árakat? Tehát melyik az élet, melyik szférájának vagy te a Jeff Bezosa? De ezt most hadd kérdezzek vissza. Igen? De hol tartod nevetségesnek az árakat? Ami nem száll. Hát ott, ahol nem nézem meg. Tehát nem nézem meg, hogy például egy doboz szeletelt trapista mennyibe kerül. Nem gondolod, hogy léteznek túlértékelt dolgok? Például? Mondok egy példát. Én például gyűjtöm a karórákat, például ott sokszor röhögök azon, nem árt tényleg, hogy ezért ugyanaz a szerkezet van benne, csak más van ráírva, meg egy kicsit díszesebb, és szor kettő. Igen. Hogy nagyon túl van hype-olva egy-egy brand, a műszaki tartalmához képest, és az autóknál is ugyanígy van. De jó, hát nagyon jó, de hát gondolj bele, hogy van ott egy olyan, mit tudom, Richard Mille karóra, ami annyiba kerül, mint egy Bugatti. Igen. Ugyanaz az ára nagyjából. Hát azért már elnézés, mind a kettő kézműves technika, stb. Mind a kettő technikára, technológiára épül, mechanikára épül, de hát azért mégiscsak röhelyes, hogy egy 3 grammos vagy egy 10 grammos karóra az egy árban van egy ilyen autócsodával. Tudod, erre mondják, hogy mindent annyi adsz el, amennyi vevőt találsz rá. Mondok egy jobb példát, ami életközelibb.
nyilván autós menet, ezekben a körökben mozgok leginkább. Ahogy öregszenek az autók, tudod, vannak mindig típusok, amik így felkapottak lesznek. De általában mindegyik régi autókról beszélünk most, mindegyik régi autóból a legjobban felszereltet, a legnagyobb motoros, az éri a pénzt. Az ilyen szálkás, fapados, akármi kurblis ablakkal, az nem ér annyit. Uh-huh. Viszont, mivel az a tulajdonos azt látja, hogy ó, hát azért is mennyit elkérnek, azért ő is elkezd a saját szálkás, fapados autójai annyi pénzt kérni, mert nem érti meg. És ezzel fölnyomják úgy az árakat, ezzel szembesülök napi szinten, hogy elképesztő, és ennyit kér, az, hogy mennyi adjál, az megint egy másik dolog. Csak így felértékeled a saját dolgot, de például a telefon. Na de... Egy több millió forintos telefont én... Minek? Jó, igen, tehát értem, de kérdés az, hogy majd ez a luxus tűrő képességed, ez változna-e, hogyha az anyagi minden szinted bizonyal változik. Most a Gyuritól kérdezzük meg, a Gyuri ugye nem a költésnek a nagy rodolfója. Tehát... Fejben szeretek költeni. A Gyuri csak fejben szereti, tehát nagyon nem szereti azt, hogy mégis van-e neked, Gyuri, olyan, tehát hogy neked minden költésnél fáj a szíved, vagy van, ami neked is nevetséges? Hát van, ami nevetséges, persze. Hát mondj egy tárgyat. Girosz. Nem, az nem. Azért nem mentünk magasra, valljuk be őszintén. De mit tudom én, ha már mondjuk az extra szósz az plusz egy 50-esbe kerül, vagy 100-asba, az fáj-e? Nem, mert az állatom ingyen van, tehát ez nem fog fájni. Mert azt mondod, hogy én vagyok a rádiós Gyuri, és akkor kapsz. De nem, biztos vagyok benne. Csak hozzá kell tenni, még egy kicsit bele, és ennyi, ez megvan oldva. De tudja, hogyha Gyurinak megszaladná, akkor szírti cápapát kóra Antvá, és akkor azt nyomatná, meg mit én tudom, struc nyakat. Meg, nem, vagy... egyébként a Bocsival például ebben sokat szoktunk vitázni, ő teljesen el tudják vinni ezek a dolgok, amikről te is beszéltél, ezek az illúziók. Én inkább egy kicsit ilyen földhöz ragadtabb vagyok szerintem ilyen szempontból. Te tudod így élvezni az életet, hogy oda vagy verve a földhöz két nagy karóval? Én a könnyű dolgokat szeretem. Tehát nekem nem kell ez a Roger Moore élet, hogy azt érezzem, hogy élvezem az életet. De, szerintem is jó. Nem, a Gyuri nem akar onnan elrugaszkodni, hogy amikor ő ételt kap valakitől, annak akcentusa van. Tehát, most értegeted a Pistit, vagy mit? Nem. Akkor ne főzzek neki soha. A Pistinek dialektusa van. Na. Igen, látod, ez nagyon helyes, ezt is sokan keverik. Igen. Na, szóval te mindig szeret, nagyon rám itt van a... Ugye, te szereted ezt, hogy még rendesen hóhmagyarul senki nem beszélt hozzá, amikor ételt hozott neked. Polgárpukkasztó dolgokat kéne csinálni. Polgárpukkasztó dolgokat szeretnék csinálni sok pénzből. Tényleg belevágni a delfint a halászlébe, az anyád akkor. Érted? Mert megengedhetem magamnak. Na, de akkor a Pistivel vagyunk mi rokonabb lelkek. Én is ezt gondolom, hogy ezt tud, legalábbis egy örömfaktor tud lenni. A kíváncsiság hajtja, lehet őket is. Mi van ott fönt? Engem is a kíváncsiság hajtana, hogy mit én tudom, milyen lehet egy gömbhalkrém. Vagy valami. Krémleves. Azt a mindenit. Akkor gyerekek, a luxust próbáltuk itt megközelíteni, te is. Hát segítsenek ahol... a nézők, de vagy hallgatók, bocsánat. Neked nézőid vannak. De nem, azt akarom, hogy a luxus az akkor az anyagi szinttől függ, hogy mi számít luxusnak, ugye? Abszolút. Tehát, hogy valakinek egy jobb mosópor is luxus. Beszélgettem nem is olyan régen egy meglehetősen tehetős, nagyon intelligens emberrel. Ő az, aki tényleg az eszével szedte össze a pénzt, ami nem mindig jellemző idehaza. És feltettem neki egy kérdést, hogy professzor úr, tudja még ön, átérzi még ön a mindennapi emberek problémáit? És figyelj, azt mondta, nem. Mert egyszerűen nem. Olyan régen él már tehetősként, hogy nem tudja átérezni, segít, meg minden, de nem máshogy gondolkodik egyszerűen. És látszik is az egész lényén, az egész viselkedésen, hogy hótrendes, nagyon-nagyon értelmes ember, nem kérkedik a vagyonával, de látod rajta, hogy ő hozzászokott ahhoz, hogy nincs olyan, hogy nincs. Hát igen, azért nyilván érzékenynek maradni a társadalom, kell. Az kell, és azt hiszem az intelligens emberek ezt erre képesek, akkor is, ha nem tudod a hétköznapjait átérezni annak. De te például mit mondanál a saját tárgyaid közül luxusnak? Majd a Gyurit is meg fogok kérdezni, készülj, Gyuri. Jó lesz. Van egy ilyen spécik. Nem, mert ott tartottunk az előbb, hogy relatív, tehát mindig az anyagi helyzetettől függően van egy küszöb, és onnantól mindenkinek más a luxus. Az a luxus szerintem nem, amit amúgy nem engedhetnél meg magadnak, de megteszed. Tehát amiért fáj a pénzt kiadni, de aztán kiadod. Van ilyen karórán például, ami aránylag egy középkategóriás, meg lehetősen drága cucc, vagy luxus az is, amikor csak így zsamol, és akkor elköltesz egy kis pénz szórakozásra. Ez mind luxus. Ó, igen.
Amikor két gyroszt veszel. Hallottad, amit mondott a Pisti? Mi? Amikor két gyroszt veszel. És az egyiket kidobod, mert megteheted. Nem bírom megenni már. Nem úr, aki nem herdál, Gyuri. Hogy ez igazából pénz herdálás? Nevezzük így, csak belecsomagoljuk egy nagyon okos tudományos misszióba, mert én vagyok... Igen, Jeff, ez az. Hát persze, hát értelme nincs, sőt maga az értelmetlenség, bizonyos, tehát például karóra, ahogy te mondod, az egy értelmetlenség, hiszen az időt mutatja a két forintos is. De szeretjük, mert... Igen, én is szeretem. Valamiképpen én is hazabeszélek, mert én is költök hülyeségekre pénzt, meg te is gondolom. Persze. Hát Gyuri mondjuk nem, de ő műanyag villával leszik otthon is. De... Igen, és ő neki a világító test egy villanykörte. Tehát, hogy nem? Minek a cicomázni? Világít, nem? Ez hát művészet. Fény legyen. Avantgárd. Gyuri egy ilyen földhöz meg a srác. Igen, igen, de majd húzom én föl onnan. Jó, jó, mindenképpen. A karomat rángatja folyamatosan. Figyelj, György, látnod kell a magasságokat, hogy átértékeld a mélységet, amiben vagy. Ez teljesen... Ja, na tegyük fel, tényleg utolsó kört fussuk ezzel, tegyük fel, mi is egy ilyen Bezos, Musk, Branson-i magasságokban mozgunk anyagilag. Hogyan próbálnátok azt a felesleges pénzt, mert ugye ez újra termelődik, és újra termelődik, tehát egyszerűen ezek az emberek abban a helyzetben vannak, hogy nem tudják elrontani, az a pénz csak jön. Tehát ez olyan, amikor nem tudom, egy végtelen vízcsap. Vízsőtörés van, és nem tudod betömni egy törülközővel se a csövet, az jön. És hogy tudnád ezt a felesleges pénzt értelmesen elkölteni? Értelmesen. Hát biztos, hogy nem így, hogy kimegyek a világűrbe, hanem mit én tudom, megvennék egy dél-afrikai országot, kihúznám őket a bajból, vagy nem tudom. A dél-afrikai köztársaságot magát? Vagy valami, mondjuk Szenegált, érted? De mi biztos, hogy megvennél? Mert azért én például azon gondolkodom, hogyha lenne egy olyan ország, amelyet mondjuk az én vagyonom egy részével gazdaságilag helyre lehet rakni, hát hány ország küszködik? Hát a sajátommal kezdeném. Évtizedekkel, igen, a sajátodra kezdeni? Abszolút. Itt. Magyarországon vagy Szlovákiában? Nem, itt. Én magyarnak érzem magam. Oké, de a szlovákok is adtak neked ezt azt. Abszolút itt kezdeném. Persze. Tehát gyakorlatilag te... De basszus, hát a közösségére akarsz tenni valamit. Uh-huh. Ne bújkáljál majd egy karbonűrhajóval, ne takarózzál. Annyira segíteni akarsz. Van 1000 lehetőséged van rá, hogy megted. Biztos ezek az emberek. Igen, de kevésbé, persze hazabeszélsz, de például én mondjuk lehet, hogy Kubát hoznám helyre, nyilvánvalóan azt a fajta rendszert, azt onnan el kéne távolítani, de például az a nép, rengetegszer jártam ott, abszolút nem érdemli meg, hogy ott a Karib térség közepén ilyen relatív szegénységben éljenek, holott egyébként baromi tehetségesek, és sorolhatnám, tehát ők megérdemelnének egy financiális, egy anyagi injekciót azért, hogy talpra tudjanak állni, és önállóan tudjanak gazdálkodni, élni, boldogulni. Ez megint a jótékonykodás már. Ez több annál. Megmentettem egy országot. Ez nem olyan, hogy adsz az SOS gyermekfalunak egy babakocsit. De figyelj, 1000 dolog van. Nem csak az országot menthetnéd meg, megmentetted a bolygót, vagy valami, nekem gyanúsan. Bolygó nem érdekel nagyon. Nem? Hát őket se. Lennek így. Lehet, hogy tudnak valamit. Közel vannak a tűzhez, érted? És akkor de akkor mégis mit választanál? Tehát te megmentenél egy országot, vagy jótékonykodnál másféle módon? Tehát ez az értelmesen, vagy kutatásba fektetnéd, mint ahogy a Bill Gates teszi. A Musk is nagyon sok, szóval ő is azért belefektet rengeteg pénzt. Nem gondolom, hogy figyelj, mindegyiknek van valami alapítványa, vagy valaki, mert ez kell. Hát igen, de az inkább divat, te is tudod. Igen, az alapítványa. Nem tudom, már megkérdezzük a Gyurit, hogy ő mit mentene meg. Mondjuk a jeges medvéket, szívesen megmenteném. Jézusom, Gyuri, tegyünk fel egy kérdést a hallgatóknak. Na most mi a baj? Végre mondtam egy jót. Mi a bajuk a jeges medvéknek? Az, hogy ki fognak halni szegények, mert olvadnak a sarkok. És akkor viszel ki ilyen fagyasztót, vagy hogy mi olvadjon? Nem azzal kell kezdeni. A metodikát még nem találtam ki, de például ez egy jobb cél, mint a kubaiakat felszabadítani a boldogságból. De hogy mented meg a jeges medvét? Tehát ahogy már törik le a gletszer, és esik bele a izébe, oda elé raknál egy kerítés. Én látom. Hűtőház. Bele ne essen. Egy kis téged. Mindegyiknek. Hatalmas hűtőházakat a jeges medvék. Az északi sarkon egy stéget. Ma látom. Nem is kerül sokba. Ma látom, hogy ott kopácsolnak. Tudod, ez mi lesz? Hát medve átjáróra készül. Medve átjáró Kanadába. Tudod, hogy az autópálya fölött ő is épít egy ilyet. Szibériából Alaszkába át tudjanak menni szárazon a medvék. Na, kérdezzük meg a hallgatókat. Meséljétek el, hogy milyen összegnél gondolnátok azt, hogy már rendben vagy.
Tehát már onnantól rendben vagyok, és ha utána is folyamatosan ömlene a lóvé, akkor azt mire költenéd? Tehát egyrészt az az összeghatár, amire azt mondanád, hogy na azzal én már kiére, és ha onnantól még jönne be pénz, azt mire költenéd? Uh-huh. Érthető volt? Érthető, nem? Most meg ez lett egy ötletem, de majd elmondom. 0-20-22-22-122. 3-8 lesz, 3 perc múlva is nem Lovász Laci, hiszen ő ma elindult nyaralni a családjával, hanem Vályi István van. Jó reggelt kívánok mindenkinek innen Budapestről. De milyen érdekes egyébként az, hogy, és nyilván erre számítottunk, hogy mindenki teljesen máshol húzná meg azt a vonalat, hogy innentől meg vagyok, és onnantól már költenék erre, arra, amarra. Ez a dimenzióugrás, amire próbáltam utálni, hogy nem tudunk kilépni sokszor a saját buborékunkból, mert egyszerűen nem megy, megáll az agyunk. Én mondjuk tudnék, mert elég nagy fantáziám van, de... Igen, de hogy... Na mindegy, először nézzük az SMS-eket, aztán beszéljünk róla. Hát először is itt, tehát nyilván Lajos bejelentésére, ezt köszönöm, Gábor, zseniális, ez nagyon szép gesztus, újra együtt régen és most, mai köntösben. Aztán azt a... most leesett az állam, nyúl a hegesztő. Várnak, hurrá, éreztem, hogy újra együtt lesz a nagy hármas, mindenki örül neki. Nagyon jó. Ebben reménykedtem, köszönöm István. B meg főni, 120 kilós kopasz vagyok, és erre a bejelentésre sírok, tudnék mesélni, de ne hívjatok, Tonyó írja ezt. 5 milliárd forint, és megvagyok. Na, itt már kezdődik a téma. 5 milliárd forint, és megvagyok, abból jó pár giroszt vehetek, ezt Péter némi humorral. Ezt nem a Gyuri kommentelte be? Na, nével. Van ez a fikadítja a Facebookon. Sziasztok, már nagyon várom a pénteket, újra együtt a legjobb rádiós csapat. Edit, aztán nekem például luxus lenne a Dunaparti szálloda, a francia csimpánzoknak milyen kedves, pedig nem tetszett, üdv Zotya. Célozva a foci ebére. Hát igen, igen. Hát mondjuk játszani jöttek ide tényleg, hát mondjuk nem tudom, azért el lehet nyomorogni ott a Marriottban, ahol laktak, szerintem azért annyira nem vészes. Igen, 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 de nem tudom, olvastam ezt, hogy valamit kritizáltak ott, nem volt jó az ágynemű, vagy a mit tudom én, hát ja, de hogy Zotya azt mondja, hogy neki az a lux, az, ha ott lakna, vagy egy ideig... Ezt mondom, hogy megint kilépni a saját kis halmazunkból, a világunkból, mert ilyenkor ugye kilépsz, mert megteheted, és elkezdesz gondolkodni az ötleteiden, amik addig nem valósultak meg, és nem biztos, hogy ezek jók, ezek az ötletek. Igen, ezért érdekesek ezek. Azt mondja valaki, hogy 250 millió lenne az az összeghatár. 250 millió. Havonta? Nem. Összesen. Mint vagyon. Suzanne men, amivel már nyugodt lennék. Ház, kocsi, egyéb luxus cikkek, például hajó, motor, jetski, és mellette marad egy kis játszós fakultatív költő, üzeni Stigi. 250 millió, persze nem tudom az országban hol laksz, és milyen házra, kocsira, és ezre gondolsz. De 250 millió ház, kocsi, hajó, jetski, az nagyon gyorsan elmegy. Nagyon hamar, mert ugye ezeket fel is kell tartani, főleg a hajó, meg a ház. Meg a, bizony. Hát azért utána jön a költés, nem megvenni nehéz, hanem fenntartani. De van például, aki azt mondja, hogy a ház kacok 50 millió forint után. 50 millió. Ami pénz bejön, mindent a hátrányos helyzetben lévők, a súlyos betegek és az összes rászoruló kapná, üzeni Depardieu. Tehát 50 millió lenne az álom összeg, amiben ő biztonságban érezné magát, és onnantól ő odaszorná. Hát figyelj, van az a, különböztessük meg azt a pénzt, amivel kijössz a gödörből, ahol vagy, uh-huh. és utána úgy érzed, hogy akkor most már nem tartozol soha semkinek, banknak, akárkinek, meg különböztessük meg azt a pénzt, ami szakad rád folyamatosan. Nem ugyanaz a kettő. Hogy van egy pénzcsap, ami soha nem áll el, és akkor költesz. De mire? De mire költenél, bocsi? Én... Új távirányító, azért van egy medansz? Nem. Hát tudod, hogy én... Új távirányító. Igen, egy Vertu távirányító a kapuhoz. Vagy csinálnék egy ilyen, tényleg ilyen polgárpukkasztó, tehát mit tudom, én kirakatnám gyémántokkal a távirányítomat, nem egy rossz ötlet. Én már gondolkoztam, hogy a Swarovskival felszólt kocsibejáróra. Swarovski az üveg. De tök jó, mert nem fagy rá a jég télen. Fűtő Swarovskival, ez tök jó. Nem csúszik meg az autó. De nem, hát én például nagyon szerettem, ugye én repültem saját magam, tehát biztos, hogy vennék magamnak egy saját repülőt, már élvezetként, és nem csak utazási célból. Milyen tehát egy olyan... Nem jetet vennék, hát jetet is vennék szívesen, mert akkor azzal tényleg szabadon tudnék mozogni a világban bárhol. De például egy olyan egymotoros gépet, van egy típus, amit én vezethetek, de azért relatíve jó. Egy tolólégcsavaros Pilatus vagy valami. Na, egy Pilatus nagyon szívesen vennék, igen. Ugye? Hát ó, az egy... Gyönyörűek amúgy. Gyönyörűek, ki is néztem egyszer egyet, gyönyörű. Ki is néztél?
Gyuri, figyelj! De nem, de azt nem tudtam megvenni. Megcsapta már egyszer a milliárd szelet. Megcsapta a milliárd... Csapkodja. Nem. De az, hát az a gép az megy vagy 800-zal. Tehát egy légcsavaros igen. Pilátus. Azért az úgy nagyon rendben lenne, de én szerényebben is beérném. Hát majd bocsi, rácsap a Diósdi házra, amikor ott fürdőzés vagy. A Risztovék érte, ott úszkálnak. Tisztítja a medencéjét, a Risztové, majd meg így rácsap. Ilyet csináltam már ismerőssel annó, de mindegy. Nem, egy kis szírruszt vennék, az azért, az például el tudnék már bárhol repülni Európába. No, de látod, és akkor lehet, hogy te a kis szírruszoddal, amikor elmész egy genfi autószalonra, és kvanték oda parkolnak a business jettel, akkor te lennél a szegény rokon. Az biztos, de az engem nem zavarna. Hát én nem vagy... zavarna a szegény rokonság? Figyú, én... Nem. Szerinted Bezos nem feszélyezi, hogy a többieknek 10-szer annyi pénzük van, mint neki? Igen, lehet, hogy őt feszélyezi, de hogyha én megállok Genfben a kis szíruszommal, és mellettem begurul Bezos, én nem érezném szarul magam. Mondanád, hogy állja már egy Jeff ezzel a izével. Rocky parkolóba kártyával. Ezt legalább én vezetem. Ja. Na jó, érdekes téma volt ez. Jövünk vissza, és egy Hungary Machine-t játszunk. Azt ismered? Nem, de most már fogom. A Hungary Machine az nagyon jó, az egy isten játék. Magyar daloknak a szövegét. Jó, igen, is, megvan, tudom is. Tudod, Google-ba egy idegenyre lefordítottuk, ha nem fordította ki elé vissza magyarra, ugyanazt, megint, és aztán abból lett valami. Csodálatos. És abból kell kitalálni. Na, ez jön most, hívjatok 0620-22-22-122. Indul! A Hungary Machine. És 8 óra lesz pontosan, 9 perc múlva. Na, mit írjönnek, hogy drága hallgatóink, hogy semmi nem érdekel, mert pénteken Boomerang, Jocsi a sztárpásztor, vagy Isten császárok vagytok, hogy a Lali királyt hívtátok társműsorvezetőnek, de én ezt pénteken megmondtam, nem jár a bocsi rendék Csomi Furtai Kati. Azért nem, Kati, mert mi is tudtuk. Tehát hiába mondtad meg, mi tudtuk. Igen, ha meglepetést mondasz, akkor jár. Igen, ami mi is meglepődünk. Régi szép idők, Mester 3-as. Ennyi, hát mindenki örül nektek. Ja, jó lesz ez, hát egy nosztalgikus pár óra. De teljesen rendben van. De persze, hogy rendben van, abszolút. Na, nagyon várom. Jó, kivel játszunk ma? Az Attillával. Hello Attila, jó reggel, szia! Sziasztok, jó reggel! Jó reggel! Szia, jó reggel neked is, bár az már lassan elmúlik azért. Hát az tart, az 10-ig. 10-ig van a jó reggel? Igen. Van erre amúgy egy ilyen szabály? Hát szerintem a délelőtt, várjál. A jó mert napot... falu helyen 8-kor azt mondod, hogy jó reggelt, hát megköpködnek. Nem már. Mondod. Hol van ma hánykor kezdődik falu helyen a jó napot? A nap? Igen, a jó napot. Azt gondolom, már 10-kor már napot van. Teljesen de jó napot van? Aha. Reggelt 8-kor? Na, ezt se adott a disznóknak, ennyi sem adott már hol. 8-kor már rég túl vagyunk. Na, Attila, honnan telefonálsz? Te, én most Budapesten vagyok jelenleg, de egyébként vidéki vagyok, Hajdubihari, Hajdudorogi. Ennyi, látod? Vidék. Hortobágy széléhez egy kicsit közel, tudom, hogy jársz oda. Járok oda többször is, igen. Onnan származom. Na, hát tök, egyrészt ugye Debrecenbe sokat járok, Tiszacsegére sokat járok, kettő között ott van Hortobágy, ott van Kunpeti, aki angusz marhákat tenyészt, ott azért mindig elviszek egy pár sztéket. Hát őt nem ismerem, de nagy tankcsapda rajongó vagyok én is, úgyhogy érdekes. Egy közös bennünk. Ja, hát abszolút. És van hajdúbéli ember, aki nem tankcsapda rajongó? Szerintem olyan nincs. Hát az a vérünkben van. Az a véredekben van. A rakerről rugója, ott jár mindenki. Ja. Folyamatosan kattog bennünk. Helyes. Na, jó, hogy játszanak újra, nem? Még egyszer, bocsánat, hogy milyen jó, hogy játszanak újra, hogy lehet újra játszani koncertkezni. Nagyon király, így van. Egy régi formációt jobban szerettem. Nyilván már most azért... Melyik régi formációt a... Hát figyelj, nem vagyok ilyen, szóval albumneveket nem tudok így mondani, amikor keményebben tolták. Tényleg a rock and roll rugója, meg ezek azért azok még jobbak voltak. A Mennyország most... turiszt korszakra. Ja. Figyelj, rockerek azok nem öregednek meg igazából. Én imádom az új anyagaikat, tehát mindig, ez érdekes, ez nekem egy picit ilyen fanyalgásnak hangzik, ugye régi zenek, amit a Rolling Stones az, de hát amikor ez a régen minden jobb volt. Ez a régen I Can Get No mennyivel, hát elnézést, hallgassátok meg a Stonesnak az utóbbi néhány lemezét. Van, bizonyos. Leesik az állad, tehát én szerintem van benne egy ilyen, ez a régen. A legutóbbi, ez egy olyan blues lemez lett, hogy tényleg azt mondjuk, ooooh. Ja. Figyelj, szimpatikusak a mai napig, meg nagyon szeretem őket, csak nekem az a vonal jobban bejött, de amúgy lakalapa. Anyám is ezt mondja rólam, jobban szerettelek, mikor fiatal voltam. ennyi ideig, ennyi éven keresztül ezt így megőrizni, meg csinálni, az fenomenális, nagyon szuper. Nagyon profik, és tényleg jók. Na jó, kezdjük el szerintem, mutatjuk neked a dalszöveget, mehet?
Rendben, igen. Hú, gyerekek, ezt ki lehet találni egyáltalán? Uff. Hát figyelj. Egy tankcsapda rajongónak? Hát annak meg végképp nem. De mutatom, mert nekem... Rendben. Na, legalább nem tudom, figyelj, mutatom. Nyúlj okay. Hozzám a mancsoddal rettegek, hogy a két világ közt elhagylak, majd karolj úgy, hogy érezd az álmod, most új virágot növesz. Ha hallod, hogy egy nagy, komoly gicsfaktor bele van tömve ebbe. Nézd, a zenekar név is elég. A zenekar, ne nevezzük zenekarnak, nevezzük triónak. Inkább így, ez az egyik. A másik, nyilván a dal címét nem fogod kitalálni, tele van gicssel, sziruppal. Igen, ez a cukros. Cukros nagyon. Hú, nagyon. Körülbelül ez a szám, ez hány éves lehet? Ennyit tudtok segíteni? Ember, az életben nem hallgattam az zenéjüket. 90-es évek vége? 20 talán? 20. 20? Igen. És magyar? Csak magyar, ha magyarul beszél. Ez az. Azért lassan rá. Messziről indulunk. Jó, oké. 20 éves, meghallgathatom megint? Próbálkozok, szoktam. Oké. Nyúj hozzám a mancsoddal rettegek, hogy a két világ közt elhagylak, majd karolj úgy, hogy érezd az álmod, most új virágot növesz. Azért én segítek, itt volt egy... Ölelj úgy, hogy érezzem. Ugye? Érzette, hogy az itt bajba vagy. Bajba vagyok. Annyit segítjük, hogy gitáron nem nagyon játszik. Nem az a 2-4-es sztori. Igen, ez... Hát... Ez egy picit olyan, mint a magyar Modern Talking, csak van benne egy lány is, tehát hárman vannak. De tényleg nem látta a gitárt. Teszem hozzá, a két fiú, ők testvérek, és az egyik közülük a mai napig baromi híres. Abszolút. Ezzel sokat segítettél, mi? Aha. Két testvérpár, az egyik a mai napig baromi híres, két fiú és egy lány. Uh-huh. Aha. És nem a tankcsapda. És nem a tankcsapda. És 20 éves zene. Egyetlen egyszer meg lehet még hallgatni? Meg. Nyújj hozzám a mancsoddal rettegek, hogy a két világ közt elhagylak, majd karolj úgy, hogy érezd az álmod, most új virágot növesz. Figyelj, én is feladtam az elején, nem történik semmi, hogyha eldobod ezt a sztorit, mert... Csak szeretne ajánlani. El kell engedni, Pisti, el kell engedni? Nem, valami tippelj. Ne, figyelj, ne adjuk már fel, hát férfiak vagyunk, hát valamit... Két világ közt, Ne a két világra koncentrálj. Testvérpár van velük egy csaj, és nyálás zenét játszanak. Iha. De bocsú, rosszat mondtam? Nem, teljesen jól írtad körül. Mint a Wikipédiából olvasnád. Van velük a csaj, nyálasz zene. A Rablak zsiráfnál ennyi betűnét elállod. Ne hagyd magad félrevezetni. 90-es éves testvérpár. Az az igazság, hogy lehet, hogy el kell engedni. Nem akar jönni. Nem akar pedig jönni. Sűrűn szoktam úgy kitalálni a dalszövegekből. Figyú, megmutatjuk a zenét, és akkor találd ki ebből, jó? Ennyit engedünk, jó? Mert... De mit, bocsi, hogy az egész zenét megmutatod, és akkor találjátok abból? Nem. Ennyi időnk nincs. 3,5 percet lejátszunk most. Nem. Ezt a dal részletet, amit ugye átfordított a Google, ezt megmutatjuk ugye az eredeti felvételen, és próbáld meg ebből kitalálni. Király, oké, köszönöm. Figyelj. Tudom. Dehogy tudod? De tudom, van az a számuk is, hogy két utazó jó és a rossz, vagy tudom. Ezennel kizártalak a tankcsapdarajongók közül. Az egyik srác az műsorvezető. Igen. Tudom, már megvan mindjárt. Várjatok. Meddig még? Fenébe. Hogy hívják? Mondd azt, mondd ki. De ne a srácot, a zenekar nevet. A zenekar nevet. Van is ilyen drog, szívni szokták. Halljátok, nem. Jön, tudom, hogy kik ők, de nem tudom a zenekar nevet. Tudom. Még a fiút se tudod, aki műsort vezet?
ez kész. Óriási vagy. Nem ugrik be, bocsi, sajnálom. Nem lehet azt, hogy Attilát holnap újra engedjük játszani? Legyen, persze. Mert annyira bírom, és annyira szeretnék neki adni ajándékot, de most nem tudok. Jó, van az a szám, tudom az egész zenekart, mindent. Azt a szót nem mondd ki, hogy tudom, mert nem tudod. Ez a srác, ez aki műsorvezető, ez tudom. Akkor nem szóval. Ért mondja. Nem jön. Oké, Attila, egy holnap újra adásba adunk, jó? Ugyan ennél a játéknál. Jobb leszek. Itt most elmondom, hogy ez a Krisztál volt, ugye Kassa Tibi. Krisztál. Ja. De milyen kábítószert mondott Pista. Mindegy, ne ebbe az irányba menjünk el. Nem igazán bevezet rá. Örülj annak. Mint a latinak, hogy nem emberek játszák, hanem macskák, meg lovak. Meg igen. Hát hasonló, ők barátok is. Vágy ezt tal. Emberek játszották. Figyelj, örülj, emberek. Ez a kábítószer, ez nem került el Hajdúig. Tehát itt álljunk meg. Attila, elbúcsúzzunk, holnap újra hívunk. Jó, megvan a számom. Köszönöm szépen, rendben, minden jót nektek. Ölelünk, szia, hello. Belevittem a sűrűbe ezzel a dologgal? Nem. Ez nem osztott, nem szózott. Hát tudod, hogy tudja. Jövünk vissza nem sokára, és ami Lovász Lacink itt hagyott nekünk egy pár tweetet, azaz a Twitteren egy pár dilemmát, amit az emberek egymás között meg szoktak beszélni, és most nem megyek bele, ezt megvitatjuk Pistivel is. A net híre után, igen. 8 óra 11 perc van, jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Hello, Pisti, azaz Vályi Pisti van velünk. Jó reggelt kívánok az egész országnak, meg a világnak is. Igen, világuralomra törő. Így. Hello, Gyuri. Jó reggelt, hello. Szia, Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Hú, nem is nagyon vontunk bele az előző beszélgetésbe, nem. Itt a gazdagság, a milliárdok, a... Nem. Pedig nem. Hát Anett nő, és akkor lehet, hogy ő teljesen más meglátásban helyezni. Szeretni, igen. Szereti a milliárdot, szereti. Szeretné a milliárdokat. Tudnám költeni, tehát tény és való. De te egyébként mire? Tehát mi volna egyrészt az az összeg, amire azt mondod, hogy oké, ha innentől már csak jön, akkor az már felesleges. Merjen egyet álmodni most. Szerintem ilyen 200-300 millió forint. És nem, akkor... többet néztem ki belőled. Jó, fél milliárd. De nem, én értem ezt, hogy mindenkinél máshol van ez a limit, amikor ő már azt mondja, itt meg vagyok, itt tele vagyok, és igen. Akkor onnantól ez már csak felesleges költés. De egyébként azért, mert abból én már vennék egy olyan lakást, amiben én kényelmesen el tudnék éldegélni, félre is tennék, jótékonykodnék én is nyilván, tehát nekem is van olyan, akinek szívesen adnék, és egyébként vennék egy nagyon jó kocsit, és utaznék. És akkor mire költenél a felesleget? Ez a jótékonykodás, amit mondtál. Igen. Mennyi mondta? 500 millió? Nem, 2-300-at mondott. 2-300-at. Hát de most ezt átváltod így euróra, az azért kell hamar eltudom, elfolyik a karas. Elég hamar. Szétszalad. Vigyázz, nullát még rakja a végére, abból sose lehet baj. Nem tudom, én most, ha nekem most ennyi jönne, az nagyon... Jó, Anett, a Vantó nem kell félni. Hát most. Figyelj, én nagyon jókat szórakoztam, amikor csipdested a Gyurit, de így, hogy engem is így megmarsz. Nem mart meg, hát inkább jót akar. Én jót akarok neked, én sok pénzt kívánok mindenkinek, aki hallgat minket. Na, üzeni nekünk Karesz az, hogy üdv Moszkvából, hallottam, hogy Pista lesz reggel, online hallgatlak titeket, csak a V8. Ez az Karesz, amit itt is üdvözlünk téged, reméljük nincs ott nagyon hideg. Itt most egy kicsit borús az idő, amúgy. Borús, bár ígérnek 30-at mára. Nagy Mónika igen. Pedig azt üzeni, hogy egy igazi születésnapi ajándék ez a férjemnek, pénteken Kakaón a rádiónk, szebbé tettétek a mai napunkat. Na hát boldog születésnapot oda is. De jó. Esküszöm főni, én adok neki ajándékot, még egyszer derűs napot a kenyeres, ez ugye Attila hajdúsági játékosunk volt, de holnap újra lesz. Nyugodjatok meg, az halleluja, a srác nagy király volt, visítottam rajta, én így én is tudtam volna a megfejtést Petya Sopronból. Hát de nem tudta. Teszem hozzá, valaki azt írja, hogy tudta, mert valahol a nagy-nagy zűrzavarban kimondta a dal címét is állítólag. Teljesen mindegy, holnap biztos, hogy nyerni fog. Csak azért, mert vagy azért a maira hivatkozunk, vagy holnap megnyeri. Ekkora performance után mindenképpen megérdemli. Szerintem is. Na, Laci Horvátország felé tart talán. Tudsz valamit a horvát határól? Hogyne, pont mondtam egyébként a hírekben, hogy képzeljétek el, ilyen több kilométeres a kocsisor letenyénél. Lesz ideje meghallgatni minket a Lacinak. Igen, úgyhogy... És akkor még a kompra kell mennyit várni. Emlékszek már, amikor legutóbb ott voltunk a Lacival, akkor a komp, az volt a pusztulat. De ez több óra, vagy fél hazafelé, óra? Hazafelé, az több órás volt a napon gyerekekkel, az úgy ott egy kicsit úgy visszavett az éléből a nyaralásnak ez a történet, de végül is jó volt, mert ugye szigeten voltunk. És
nincsen valami VIP komp? Hát nekünk. De nem, a Lacinak lehet, hogy nem úgy értem, hanem hogy több pénzért. Nincs egy olyan. Szárnyas hajó, mint a Miami Vice-ben, úgy gondolod? Ami az autót is átveszi. Átviszi, olyasmi. Nem, nincs. Némi felárral nincs. Ja, hát biztos, hogy van az a pénz, amennyi építünk. Na látod például, tessék. Lenne egy saját kompom, amire az automat átviszem a szigetemre, ami van 2 kilométer út. Na, én azt feltételezem, hát 4:9 van, ugye, hogy a Laci úton van, és hallgat bennünket örömmel. Egyébként Laci, hogyha hallasz, akkor írjál már valamit, nem vezetés közben nyilván. Hú, hát 20, 22, 22, 122, Lacikám, az SMS számunk. Na, de azért ránk hagyott valamit, ez a lényeg, ami Lacink, és egy ilyen érdekes kis válogatást a Twitterről, a Twitteren felelhető ilyen érdekes elmélkedések, tudjátok, amikor ilyen dilemmákat állítanak elénk, és akkor hú, mi is elkezdünk törni a fejünket, és tényleg megindítottak ezek bennünket. Tehát elkezdtük törni a fejünket, és ugye a Pisti személyében meg itt van egy olyan ember, aki mindent nagyon filozofikusan közelít meg. Úristen! Azért benéz a dolgok mögé, nem? Tehát, de szeretek benézni a dolgok mögé. Igen, szerintem is. Főleg a motorháztető, nem? Hát nem okvetlenül. Az a baj, hogy én beleragadtam ebbe az autósztörbe, de csomó minden érdekel. Például ez a hétfő kérdés, ez nagyon, nagyon ritka, mert ugye az első ilyen tweet, amit a Laci ránk hagyott így az ajtóból visszanézve, mint kalambó, az volt, hogy nincs fizikai bizonyíték arra, hogy ma hétfő van, csak hinnünk kell benne, mert valaki ezt már az első hétfő óta számolja. Most a magyar hallgatóinak is elmondom ezt. Igen, mondd el magyarul. Azért vissza tud márni a bocskor. Nincs fizikai bizonyíték arra, igen, hogy ma hétfő van, csak hinnünk kell benne, mert valaki ezt már az első hétfő óta számolja magyarán, hogy valaki egyszer valamikor eldöntötte, hogy ma hétfő van. És akkor innentől már könnyű volt, hogy kedd, szerda, csütörtök, péntek. De hogy nyilván te sokat tudsz a naptár keretkezéséről. Úgy nézzek én ki, mint egy... Mert egy alapos ember vagy. Mint egy pápa, egy Gergely pápa vagyok. De úgy nézzek ki, aki olvasott Gergely pápáról. De abszolút, hát ugye 1587-ben, vagy 82-ben vezettük be ezt a naptárat, amit a mai napig használunk. Az Julianus naptárnak egy ilyen módosított változata volt. Uh-huh. Ugye Gergely pápa az Inter Gravissimas bullájában. Ez tényleg így volt. Én mindent hiszek. Hozta ki, de nem is ő találta ki, hanem hogy is hívták, egy német matematikus, filozófus. Na de várjál, mi alapján? Tehát, így közelítsük meg. A hétfő azért hétfő, hát a hét szó, ugye ennek bibliai jelentés van, mi ugye ezt a zsidó kultúrából vettük át, ugye 7 nap alatt teremtette Isten a világot, a 7-en megpihent. Ezért a 7. nap az mindig a pihenőnap, és onnantól kezdve kezdődik egy új hét. Okay. És a hét az egyetlen olyan időmértékegységünk, ami folyamatos. Ami ugye nyilván a csillagászati összefüggésben van, tehát hogy ezt ilyen hetes ciklusokra lehet leboldani. Igen, és ezt a babiloni időkben már észrevették, hogy ugye a holdfogyatkozás, meg az újhold, meg a teljhold között azért vannak bizonyos ciklusok, és rájöttek, hogy a hét az egy jó nap, ugye. Igen, miért pont akkor volt az első hétfő, amikor tehát az oké, hogy megállapították, hogy az év mondjuk 365 napból áll, hogy a, mit tudom én, a föld keringése, a nap körül, a hold keringése, a föld körül. Az se volt mindig ilyen egyértelmű. De ezt értem. Igen. Tehát, hogy ezek a hetes ciklusok... Ezt az arcot gyakoroltam havi... napokig. Próbálok. Próbál egy ilyen empátiát és okosságot sugárzó tekintettel nézni rám. Minden receptorom nyitva, hogy ebből mit fogsz kihozni. Tehát, hogy tehát a ciklikusságot értem, de ezeket a mezőket, amelyek most 7 darabra vannak osztva, ezeket el kellett nevezni. Miért pont akkor azt nevezték el hétfőnek, és miért nem mondjuk a szerda volt, amikor úgy döntött, hogy most elnevezek napokat? Most megmondta Pisti, ezt fogalmazott meg a Gergely pápa búrájában, nem vagy hol? Nem ő volt ez. Hát ugye 29 meg valamennyi nap és valamennyi idő telik el ugye a hold egyes végfázisai között. És akkor ezt osztották fel 2 vagy 4 felé. Várjál, azt mondtad ki a 7 nap. 7 fő, tehát ennek a 7-es számsornak a fője, az első darabja a 7 fő. De nevezhettük volna Bélának is, tök mindegy, úgyis egyformát gyűlölnénk azt az első munkanapot, amit a 2 nap. De várjál, de a németek montágnak nevezik, ami a mond, azaz a holddal függ össze, ebből lett a Monday, tehát hogy holdnap. Igen, hát össze fogjuk ezt rakni. De mi történt a holddal akkor, hogy ezt nevezte el holdnapnak?
azt hiszem, hogy akkor nem tudom most pontosan megmondani, de ugye holdfázisokkal van összefüggés, nyilván vannak okosabb. Oké, akkor te most nem fogjuk tudni ezt itt együtt összerakni, de akkor te azt állítod, hogy a hétfő az nem véletlenül akkor van. Nem véletlenül. Tehát, hogy ma az a hétfő az egy valós hétfő. Igen. És nem egy kitalált hétfő. Nem, hát a hét az egyetlen olyan időmértékegység, ami folyamatosan követi egymást. Tök mindegy, hogy most ünnepnap van, vagy valami éppen napéjegyenlőségben valami. A hét az mindig megy folyamatosan körbe-körbe. A hetes szám az egy nagyon fontos szám. De a szerdától szerdáig is megy körbe-körbe. Tehát miért nem szerda ez a nap? Ez lehetne szerda? Lehetne, akár szerda is. Ugye amikor bevezették a Gergely naptárát, akkor ugye... Október 4-éről 15-ére ugrottak hirtelen, mert addigra már annyit csúszott a Julianus naptár, uh-huh. És ott is azt csináltak, hogy 4-e csütörtök volt, de következő napra 15-e péntek. És akkor uh-huh. Ott valaki megszívta ezt a hétvégét, valószínűleg elég sokan. Nem is egyszerre fogadták el az egyes országok, például vannak országok, azt hiszem az angol birodalomban évszázadokkal később fogadták csak el a Gergely naptárt, ugye, amit ebbe Bulla belőírt a pápa. Na, menjünk tovább, jó? Egy másik dilemma, amit itt a Twitteren a Laci küldött nekünk. Azt mondja, ha feldobunk egy érmét, mert nem tudunk dönteni két dolog között, és nem tetszik a végeredmény, ahogy az érme leesett, akkor pontosan tudni fogjuk, hogy mit akarunk. Most lényegében a véletlenre bíz, ez is hülyeség, ezzel én abszolút nem értem. Egyáltalán miért dobunk fel érmét? Miért dobunk fel érmét? Most te határozatlan vagy, akkor rábízod a véletlenre? Ezt nem akkor dobunk fel érmét, amikor tök mindegy, hogy melyik utat választod? Szerintem soha nincs olyan, hogy tök mindegy. Nincs olyan, hogy kivételesen osztom, Girosz György. A lelked mélyén valamelyiket jobban akarod, nem? Igen. Akkor meg miért nem döntesz? Mert elvárod, hogy helyetted döntsön az úgynevezett sors. De miért várod el, amikor te is dönthetnél? Mert gyenge vagy, mint a verépfing. De te érmefeldobós vagy? Nem. Én nem hiszek ebbe. Én ha hibás döntés hozok, és akkor is büszkén megyek a falnak, mert az én döntésem volt, megütöm magam, akkor megyünk tovább. De én ebbe abszolút nem hiszek. Most ha valamit akarsz, lelked mélyén, nincs olyan, hogy feldobok egy érmét, hogy jobbra menjek, vagy balra menjek, vagy ezt az ajándékot vegyem meg mondjuk karácsonyra, vagy azt. Nincs, hát én... Te döntesz. Én döntöm. Magadtól döntesz, nem bízod az érmére. De mondjuk ott állsz, nem tudom, Németországban, szeretsz autózni, és... Értem, hogy próbálsz lealacsonyodni a szintem, hogy az autókkal jössz. Nem, egy út elágazásnál vagy, és jobbra is Nürnberg felé megy, és balra is Nürnberg felé megy. És te Nürnbergbe akarsz menni. Akkor megnézem, hogy melyik a rövidebb út. Nem, nincs nálad most megnézés, most ott döntened kell, nincs térkép. Jó, akkor most. Elmegyek az egyikbe, nem fogom feldobni az érmét. Egyrészt mert feltartom a forgalmat, másrészt meg azért, mert akkor elindulok az egyik irány. Te dobálsz érmét? Nem. Vagy te random generátort használsz? Nem, de hogy ilyeneket kérdezzük nem. Már meg Jeff Bezos, hogy dobálta fel érmét, mikor befektetted. Biztos, hogy nem. Igen, de sokszor van, baráti társaságnál van, nem melyikünk menjen le sörér. Na, hát jó, az más. Igen, van, fogadáskor esetleg. Persze, és akkor alulról elcsíped a fűszálat, és akkor biztos, hogy a rövidebbet húzzál másik. Tudom, akkor rövidebbet. Igen. Ez egy ilyen dolog. Vagy van egy pénzérmény, ami hibás, azzal nagyon sok pénzt lehet keresni, mert ugye mind a két oldalán mondjuk fej van. Ja, de ahol rendszeresen van, az a futballmérkőzések előtt. A két kapitány és a bíró ott vannak egy ilyen kis bájos szerelmi háromszögben. És egyszer csak a bíró elővesz egy pénzérmét, igen, mutogatja, hogy ez a fele, mindegyik nézünk. Mert ott így érzed igazságosnak, én ezt gondolom, hogy akkor te abszolút a szerencsére bízod. Lehet, hogy a bírónak is van egy érménye, és akkor megbeszélték hát már. A bíró, és ott tudod, hogy mit döntenek el? Hát, hogy melyik tér, ki a kezdőrúgás? Ki a kezdőrúgás, és ugye térfélválasztás. A térfélválasztás, igen. Igen. És innentől kezdve azt rábízod a véletlenre, mert ott így a fair, de az életben nem hinném, hogy fair dolog tud lenni az, hogy most véletlenül eldöntesz valamit. Aha. Gyuri, te pénz érmedobós vagy, nem? Gyuri! De még soha nem dobtam fel érmét. Tehát soha. Egyet értünk abban, hogy aki bármilyen döntéshez ön érmét dob fel, az egy gyenge verépfing. Igen, kezdjük itt. Köszönöm szépen. Anett, te dobtál fel érmét? Ezek után nem. Na, menjünk tovább, újabb dilemma. Ez nagyon jó dilemma. Ha tényleg léteznének szuperhősök, vagy találd ki, hogy melyik a te szuperhősöd a kedvenced. Erről nagyon jó sztori. Na, mindjárt. Ha tényleg léteznének szuperhősök, az emberek valószínűleg direkt bűncselekményeket követnének el, csak hogy találkozhassanak velük. Ebbe van valami? Igen, nagyon is.
Gondolod? Hát persze, hát hogy a rajongás egy idő után átmegy oda, de hogy de... inkább csinálok valamit, hogy lássam élőben. De ahhoz már olyan kaliberű dolgot kérdezi, hogy az, hogy te elfutsz fizetés nélkül a gyíroszostól, nem biztos, hogy a póker nem. Ered a nyomodba. Oda a járőt küldik. Na igen. Szóval azért ez fájsúlyosabb dolgok kellene hozzá. Ez lenne nehéz eltelen, mit csináljak, hogy már a pókember jöjjön a tech. Igen. Na ez az, ugye? És ahova gyorsabban ér ki a pókember, mint a tech. Igen, mert aztán kijön a tech, ott lerúgnak, összekötöznek, a pókember meg odaér 3 percre, és ja, fiúk megoldották, akkor megyek kis viszlát. Vagy oda sem megy. Oda sem megy, csak visszafordul, látja, hogy már ott fekszel a motoráztetőn. Vagy most Superman, tudod, most gépeltéríteni is olyan egyszerű. Honnan tudod, hogy most melyik légtérben van ő? Amúgy ez egy komoly dilemmám. Nekem ez egy komoly dilemmám. Na. Erről nagyon sokat beszélgettünk a barátaimmal, némi vörösbor elfogyasztása után, hogy amúgy én nem hiszem el, hogy a szuperhősöknek nincs sötét oldala. Nincs olyan, hogy pókember azért néha egy-két ATM-et ne szakítson ki a Tesco-nál, hogy honnan van pénze, de amúgy mit csinál? Batman, ő, szóval érted, hogy egész, elmegy a nap. Mondom, hogy ő nagyon alapos is, és a dolgok mögé néz. Superman soha nem élt vissza a képességeivel egy női zuhanyzó mögött, vagy van, szóval nem ár. Ő az is csak ember, a szuperhős is csak ember. Jó, ez is egy megközelítés. Farkas embernek se kell konzervnyitó otthon, érted? A kis körmével ott kipiszkálja egy sóletet. Szóval valami csak csinál. Melyiket szereted a legjobban? Melyik a szuperhőst? Aha. De most ne a korrupció oldaláról nézd. Igen, nehogy ha jóban lennék pókemberrel, akkor lenne otthon egy pár ATM-em. Azok a szuperhősök, gondolj bele, van kétféle. Az egyik, aki vele született képességekkel rendelkezik, a másik, aki előtte ember volt, majd szuperhős lett. Az ember voltodat nem tudod levetkőzni. Lehet, Peter Parker is csak egy kis ember volt. Lehet, hogy ő ki is lopta... Peter Falk? Peter Parker, az a másik. Ő egy alacsony Peter Falk, egy alacsony ember volt. Érted? Lehet, hogy ő is lopta a filcet az Office-ból, érted? Hogy amikor pókember lett, akkor nem biztos, nem lőtt oda, az húzott magához legalább egy ilyen színes zsírkrétát, vagy valamit. De biztos, hogy visszaélnek valahogy, nem mondd már. Én biztos visszaélnék a szuperképességemmel. Hát azt látjuk, igen. Hát azért annyiban vissza is éltek, hogy amikor nem volt rajtuk a kis stretch overall, akkor bizony újságszerkesztőségben... Eladta a saját fényképeit? Ez mi? Na igen. Ugye? Egyébként igazából egy... Így van, mert csábítgatta a nőstényeket. És mindegyikben közös, hogy mindegyik hazudozó volt. Igen. Mindegyik hazudott, mint a vízfolyás egyfolytában. Kamusztak minden. Na, ennyi. Nem tudom, neked van kedvenc szuperhősöd? Én annyira amikor nem tudok válaszolni, akkor mindig megkérdezlek téged. Tudom, jól teszed. Én ezek közül annyira, hogy nem tudtam választani magamnak. Tehát semmelyik overálos csávú nem tetszett nagyon. Nem egyszer nyáron is abban a szűk ruhába futkározni, minden büdös is lehet, meg nem tudom. Igen, nekem olyan műszálas az egész, azt az, érzem. Az. Gyuri, te mit csinálnál? Tudom, hogy a gyrosz nem volt jó ötlet, de van olyan, amire tudod, hogy ha lenne valóban Superman vagy pókember, akkor tudod, hogy arra a bűncselekményre ő érdeklődve kijönne. Hát ott biztos, hogy valami sok ember életét kéne kockáztatnom, hogy arra kijöjjön. Egy iskolabusz eltérítés. Például, de hát ez megfogja a tech is. Amire biztos kijön, az a globális sztori. Igen. Egy globális kataklizmát előidézni se könnyű, szóval nézd meg, hogy nem. A szuperhősök ellenfelei általában tehetős Jeff Bezosok. Arra azért kell a pénz, hogy a Superman azért legalább felkezd az érdeklődését. Nem írsz neki egy Facebook üzenetet, hogy figyelj, most fogom eltéríteni a gépet, hanem hogy valami olyat kell, ahhoz meg lóvé kell. Elterelj egy folyót. Vagy... Gyerekek, még van két dilemmánk. Mondjad. A következő az, ez nagyon érdekes, mindenki figyeljen nagyon, legalábbis Greta Thunberg óta szerintem nyitottabb a fülünk. A 90-es években, mondja ez a tweet, a 90-es években minden erővel arra tanították az embereket, hogy papír helyett műanyagot használjanak az erdők védelme érdekében. Most pedig ugyanilyen erővel próbálják rávenni őket, hogy papírt használjanak műanyag helyett az óceánok védelmében. Hát mert az erdőnek szánt műanyagot beledobálták az óceánba, vagy nem is tudom. Szóval ezért, erdőnek ez... szánt műanyagot? ez egy hülyeség. Hát, de így volt. Tehát, igen. Figyelj. De önmagában az állítás magába hordozza saját ellentézését. Szerintem ezek trendek. A műanyag az semmiképpen nem jó a természetnek, pont. Nem jó a természetnek, de hát a 80-as években Sting mit csinált? Elment, egy ilyen nagy tányirajkú indiánt kivette az esőerdőből, aki sírt, hogy elveszik a izé, kivágja mindenki a fát, és elveszik és a élőhelyemet. Elvitte Brüsszelbe, a tányérszájú indián elmondta a tányérszájú indián nyelven, hogy itt elveszik az esőerdőt, akkor mindenki nagyon felháborodott, Sting mondta, hogy igen, énekelt is még egy dalt hozzá, és aztán Sting... És azok a koncertek voltak Brüsszelben annó. Sting tovább lépett. Sting tovább lépett, mi történt? Semmi. Azóta nem vágnak ki annyi fát, nincs annyi papír, és elkezdtünk műanyagokkal dolgozni.
élni, stb. Zacskók, mi egymás szívószálak. És ma pont a fordítottja van, tehát ma valószínűleg Sting indiányát, a tányérszájút fogják, valószínűleg a kis fakunyhóját is kivágni a segge alól. Igen, mert bevisz Sting egy delfint Brüsszelbe, hogy most az óceánjával van Sting, a baj. Gondolom, hogy a hátára szíjezott palackorú delfint visz egy hatalmas keszomba, és ott elcsicsergi nekik, hogy mi ebben. Szerintem Sting kiszállt ebből a bizniszből, ebből a mentsük meg a földet bizniszből. Figyelj, itt alapvetően nem is azzal van a baj, hogy műanyag, de azzal is, mert a műanyag megkerülhetetlen. Azt muszáj használni, meg a papír, az igen, az tényleg rengeteg papírt használunk, szóval herótot kaptam, amikor azt látom a hivatalban, hogy én elektronikusan kitöltök valamit, amit a hivatalnok kinyomtat 16 oldalon, leül egy másik számítógéphez, és bepötyögi, majd a papírokat bedobja a papírdarálóba. És köszönöm szépen, hogy ez tényleg hülyeség, a papírhasználat. Igen, de most erre vagyunk buzdítva. Ja, hát ez megint egy trend. Hát nézd meg, annak idején a zsír volt kikiáltva az ősellenségnek, mert mindenki egy az ízetlen margarint. Most kiderült, hogy a zsír mégis finom. Hát nagyanyám le se jött róla, 60 éve zsírral főz, mert tudta, hogy egyszer úgyis egészséges lesz. És szerintem is várjuk ki. Szerintem még abszolút trendi lesz a műanyag. Abszolút trendi lesz szétdobálni műanyagvilágot. Ne, soha nem bomlik le, előbb-utóbb kénytelen lesz trendinek lenni, és kiássuk újra is mondjuk. India ez lett egy nagyon sok szemetet termelő állam, ezt egy nagyon jó barátomtól tudom innen is üdvözlöm, hogy kint él több mint 10 évet, és amíg az indiaiak saját maguknak éltek saját kis világukat, addig általában természetes dolgokat használtak. Fáedény, ez meg az, elbomlik minden, kitették a ház elé, a porta mindig tiszta, az ki van takarítva, a ház elő gyűlik a szemét, vagy elbomlik, vagy széthordják, úgy lehet hasznosítani. Bejöttek a műanyagok, ugyanazt csinálják, csak nem bomlik el a szemét, és ott marad. És ez az alapvető probléma a műanyagokkal. Nyilvánvaló, persze, és hát ugye főleg a harmadik világban termelődik iszonyat mennyiségben. De ilyeneket tudunk mi is kitalálni. Azt mondjuk, hogy mint én tudom, le az orrszőrnyíróval, mert mindenkinek legyen szőrös az orra, hisz mennyire szennyezi a környezet az orrszőrnyíró, amikor legyártják, mennyi CO2. Tehát ugyanez megy az autóknál is, érted? Szóval, találjunk ki egy trendet, aztán csináljuk. Gyuri, egyszer dobjuk el az orrszőrnyírónkat, itt dobjuk le a teraszról. Az enyémből úgyis most fogyott ki az elem tegnap. Úgyhogy... Lesz még egy dilemmánk, és ezt folytatjuk a hírek után, jó? Még egy dilemmánk van mindenképpen. Csak már kifutottunk az időből, ha nem baj. De jövünk vele. Ez jó lesz. Ez jó lesz, mi? 3.905 perc múlva, Pisti, bekapcsoltam a mikrofonodat? Már be. Figyelek. Elnézést mindenkitől, de ilyen van. Egyszerűen későn kapcsolódott ki a mikrofon, és akkor még belecsúszott valami, nem olyan nagy dolog. Köszönjük, hogy felhívtátok rá a figyelmünket. Köszi. Üzenem az útinfónak. Kecskemét 52-es út. M5-ös csomópont Szeged felé felhajtó zárva, ha hallom. Itt nem akarok ott felmenni, ezt nem értem, de akkor köszönjük az infót, viszont 52-es út, M5-ös csomópont Szeged felé lezárva a felhajtó. Pistit minden nap üzenik, aztán hát ez a Pisti, ez csúcs, valahogy ki kell bulizni neki több műsoridőt, Ildikó a konyha tündér. De ez nem kibulizás kérdés, mi döntésünk, és mi nem fogunk így dönteni. Ezek után a biztos nem. Pistinek ez most egy ilyen jutalom, ugye, hogy itt van. Érzem is minden gramját ennek a jutalomnak a vállamon. Srácok, frankon felrobbantottátok a Facebookot a pénteki meglepivel, Uber Super Turbo imádás van Móni Pécs. Ha valaki nem tudná, ugye Rovász Laci nyaral, és minden nap valaki helyettesíti őt itt a stúdióban, most ugye Váji Pisti, és aztán holnap jön Risztovévi, utána jön Szabó Győző, Kabát Peti, és pénteken, ezt most jelentettük be, Vokci is, és Boros Lali is itt lesz a stúdióban, és egy picit nosztalgiázunk így. Jaj, de jó, imádunk benneteket. Süri Etel. Köszönöm, életmentők, ó, de nagy királyság, hatalmasak vagytok, várjuk nagyon a pénteket! Na, téged is szeretnek. A happy Friday lesz, engem is szeretnek még. Na, itt van még egy dilemma, amit a Twitterről meghagytunk még így a hírek utára, és ez úgy szól, hogy is fogalmazzak finoman, tehát, hogyha a barátnőd vagy a feleségeddel ugye testi örömöket végeztek éppen, és mi van akkor, hogyha ő eljutott ennek az örömnek a csúcsára, és olyan hangot hallott, mint Seth Rogen, az amerikai komikus nevetése. Milyen hang az? Mutatom. Tehát először képzeld el a helyzetet. Azt nem nehéz. Jó, azt nem nehéz. Oké, okay, mindenki elképzelte? És aztán már ott van, és aztán most jön a... A csúcs. Én nem ezt vártam, én most mondtam először ezt. Én is.
Hát ha ilyen hangot hallott, akkor azt hiszem, hogy rádöbbenek, hogy rossz helyen vagyok. De minden jó vele. Érted? Egy csoda nő, egy csoda íz, minden az az ágybéli történések is mindig eszméletlen jók, és amikor tényleg te a legjobb férfiként eljuttatod oda... Ugye ez egy olyan kérdés, az életben meg nem fordult volna a fejembe. Lehet, hogy hoznének egy köptetőt a konyhából, vagy valami torokgyógyszert. De el lehetett vonatkoztatni? Ha nem. Nem, mert ez annyira illúzióromboló, amennyire csak illúzióromboló lehet egy dolog. De el tudnál tőle vonatkoztatni? Ott van életed nője, gyönyörű, egy tényleg egy... Most becsukom a szemem le. Jó, egy Claudia Schiffer mondjuk. Oké, vezest fel. És hát boldogan teszitek a dolgotokat, mindent, de az is olyan, hogy szinte megvakulsz, akkora öröm az egész, és akkor erre jön ez a... Igen. És mindent, de közben képzeld el ezt a mély átélést. Tudom. A hangulatzenét, a kandallót, a medvebőt, nagyon stb. Szexi. Én nem tudom, figyelj ide, az a baj, hogy nem tudnád szóvá tenni sem. Tehát még azt se tudnád neki elmondani, hogy bocs, de ettől nem tudok elvonatkoztatni. Rákérdezni sem mersz, hogy te figyelj, ez mi? Ezt nem lehet kimozogni szerintem, ez egy annyira meglepő mellbevágó dolog, hogy nincs az az Isten, aki ezt kimozogja, hogy aki ezt természetesnek, ezt nem láttad jönni? Ezt nem láttad jönni, de ezzel vagy kénytelen együtt élni, ha együtt akarsz maradni. Hát ez most egy kizáró ok. Hát... Mi? Pisti, hát... Gyuri, neked kizáró ok? Nem, igazából belegondolok, nem. De igazából, de. Gondolj bele, mit szólnál szomszéd, hogy maguk úgy kacarásznak esténként, mondják meg, mit néznek. Anett, mennyire áll távol vagy közel a te hangod hasonló helyzetben? Ja, nem árad. Ó, szerencsére nagyon távol. Nagyon-nagyon. Nagyon szerintem... Próbáld meg ezt utánozni? Ne. Csak hogy képes vagy rá. Nem, szerencsére távol. Igazából az a fura, hogy amikor egy nőtől nem vársz el egy ilyen hangot, ez egy férfi hang. Az úgy felsellik benned a kérdés, hogy... De inkább ez szerintem nem a hang mélysége, ami zavar ebben. A frekvenciája, mondjam. Ez ilyen... Na, látod? Milyen arcot kell hozzávágni? Mutasd! De ezt nem akarod látni közben, ezt az arcot. Egy ilyen rágcsáló, nem? Egy vigyorgó rágcsáló. Nem, ez illúzióromboló, borzasztó van. Nagyon sok ilyen helyzet van, amikor valamitől egy pillanat alatt el tud menni a kedved, és ez az. Ez az. Valószínűleg, hogy utána még belemárkolnál a hideg töltött káposztába, és zokogva ülnél a konyhapadlón, még egy darabig ott töltött káposztát mászol, hogy úristen, mit tettem. És ugye... Az ördöggel vagyok egy ágyban. De tényleg. Egy kocsmai ördöggel. És anélkül, hogyha egy pasi ugyanezzel a hanggal, tehát ott vagytok minden izé, és akkor ő beteljesedik, és... Azt gondolom egyébként, hogy ez egy nőnek is kiábrándító, amikor egy, főleg az arc, amit az előbb mutattál. Bocs, hát ne halogodj. Nem, de tök jó, mert így legalább össze tudom kötni, és igazából tényleg az, hogy ki rohan az ember az ágyból. Emlékszel, a Tücsi mesélte nekünk, igen, hogy ugye? Volt az a pasi, aki mit csinált, tapsikolt, és közben ilyen majom makogásokat nyomott. Valami ilyesmi volt. Ugyanebben de, de hogy nem kérdezni meg magadtól, hogy valamit elrontottam? Ezek szerint, mert hogy arcon nevetnek közben, vagy valami rossz, vagy egyre vicces pofákat vágok. Igen, vagy... tehát hogy ilyen rémisztővé válik szerintem az egész. Ezt értem, ezt nyilvánvalóan én is tudtam, csak hogy hozzá lehet-e szokni, mert nem, amúgy minden oké. Nem, nem, kizárt. Kizárt. Jó. Te hozzá tudnál? Tessék. Igen. A szerelem mindent legyőz. Mindent legyőz. Nem, biztos, hogy nem. Fülembe forró olmot öntsenek. Lehet, hogy előtte beletömködnéd. De még nem is, de haverok előtt sem. Megint két szalvétával a füledbe. Az lehet, hogy trükköznék valami, de haverok előtt se tudok leégni, mert ez csak kettesben történik, érted? Mert ez nem ciki kifelé sem. De ha hangos. Nem csak otthon szoktad csinálni a svéd tornát, vagy ezt a dolgot, nem? Értem, hogy amikor tehát az all-inclusive szállodában is? Ott, vagy akár egy hosszú repülő úton ez szűrődik ki, érted? Összenéznek a stewardessek. Gyerekek, ennyit erről, ez volt az utolsó dilemmánk. Mi ez a hang? Csak a bocskor meg a nője. Jövünk a hangcsapdával.
tudjátok, ismert ember hangja, össze-vissza vagdostuk a szótagokat, vagy még azon belül is vagdostunk, és ennek alapján kéne felismerni, és ne felejtsétek el, hogy a Facebookon mindig egy órával előtte már kim van. Tehát már régóta kim van, meghallgatható, és ez azért jó, mert hogy mennek a tippelgetések, ott is lehet nyerni. Így van, ott is sorsolunk majd egy bocsizacsit. Igen, és esetleg ott már egy tippet összeszedni, hogyha akartok itt élőben játszani. Így van, megy a tippelgetés ezzel. Igen, jó, szuper. 0-20-22-22-122. Ez mi? Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 9 perc múlva. Na, nézem, hogy van-e valami. Egy pillanat. Nem, ezt nem olvassuk fel. Jó, Anita játszik velünk, ez viszont fontos. Szia, Anita, hello, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt. Anita, te honnan telefonálsz? Budapestről. Budapestről. Hallottál már ilyen hangot, hogy... Igen, nagyon jól nyulattam az előbb. Hallottál ilyen hangot, Anita? Hát reggel a rádióban. Most igen, de olyan alkalommal, amiről beszéltünk, véletlenül nem. Nem, nem, szerencsére nem. Oké, okay. Na. Jó, figyelj, elkezdjük neked, akkor a játékot mutatjuk, ezt a kis összeszabdalt mondatocskát. Oké, okay, mehet? Oké, okay, köszönöm. Figyelj. Kívánok, bemegy kuszíva, mondom, megtudj. Nem ad, és mindig jó, nem a tem. A cél is, jaj, beúlom a ciló, lenni, taxonom, már kell dolgozni, mert of, éd, ment, igen. Na ki ő? Nagyon jellegzetes. Ja, ennek mennie igen, kell. Igen, szerencsére ő nagyon jellegzetes, Verebes István. Ennyi. Beültem a taxiba, mondom, már megint jó pofának kell lenni. Jaj, édes Istenem, oda mentem. Igen, bementünk, és mint a cirkuszi ló, tettem a dolgomat. Ez a beültem a taxiba, és jó pofának kell lenni, ez nem tudom, hogy veled előfordult már, hogyha megismert? Igen, 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 igen. De általában akkor igyekszik is az ember, mert nem akar csalódást okozni. Tényleg? De ilyen vagy? Aha. Igen. Ja. Én nem tudom. Nem mindig sikerül. Maximum elbeszélgetek, nyilván jelzem azt, vagy a szűkszavúságommal, vagy a nyitottságommal, hogy hajlandó vagyok, vagy kevésbé hajlandó beszélgetni. Mindig hátra ülök. Hallgzenét kérek, nem akarok beszélgetni. Vagy elkezdek telefonálni, és akkor igen, tehát hogy van ilyen, de én is különböző hangulatú tudok lenni ebben a szituban. Anita, szuper, nagyon jó. Akkor ez azt jelenti, hogy bocsi, ajándékcsomagot választhatsz, jó? Jó, köszönöm. Miből lehet választani? Hát szeretnél bögrét vagy kancsót, ebből tudsz választani, és ezen kívül pedig a többi az adott. Uh-huh, akkor egy kancsót szeretnék. És hova tetted a telefont a Gyuri válasza alatt? Mert visszajött a Gyuri hangja. Nem tudom, nem vagytok kihangosítva. És akkor úgy vissza... Lehet, és akkor nem is baj. Mindent jól csinálok. Oké, választotta az Anita? Igen, kancsót. Kancsót szeretne? Oké, okay. Metal Cumi. Kancsó. És lesz majd napszemüveg és sörnyító is. Igen, nyári limited edition sörnyító napszemüveg, bocsis, az is lesz majd, oké? Okay? Szuper, köszönöm szépen. Ahogy mire foglalkozol, Anita? Én egy gyógyszercégnél dolgozom, és állatorvosokat látogatok. Aha, tehát a megfelelő gyógyszerekkel. Igen. És propofol van nálad? Lehet, hogy nekünk is el kellene. Az nem a mi termékünk. Az nem a ti terméketek? Nem, aha. Nem. És az állatoknak van olyan, hogy Viagra? Nem, nincs. Tehát, hogy libidó, keltő, gyógyszer, de állatoknak. Biztos vagy ebben, hogy nincs? Tenyésztőket kellene megkérdezni, de a mi cégünknek nincsen ilyen portfólió. Na, hogy egyáltalán a piacon van. Állatorvosi is dolgoztam, tehát ilyen termékek nincsenek. Aha. És van olyan állatgyógyszer, amiről mered állítani, hogy az emberi fogyasztása is tök jó, tehát, hogy nagyon hasznos lenne, és te szedsz is. Mégis akkora minden... állat nem vagyok. Nem, tejhozam növelőre gondolsz? Nem, egyébként volt most pont a Covid alatt valamikor, valamelyik időszakban, amikor valamelyik gyógyszerre nagyon esküdtek, hogy az egy állat. A parafiravir tartalmú gyógyszer. Igen, volt erről én is hallottam, na, de ezt nem promotálhatom. Egyébként több humán orvos is jelezte, illetve felvásárolták ezeket a... Na, erről láttam a covidos lovat? Nem, ez mert szedte. Igen, egy jó szemcseppet el tudnék képzelni, amit nyulaknak adtok, vagy valami, ami tudom, hogy nekem is ilyen, ilyen alkalmazás van, tehát humán készítményeket használnak állatgyógyászatban is. Ja, hogy úgy, aha. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a... Például egy szemcseppet, ez egy jó példa volt. Aha, aha. Nagyon érdekes. És akkor neked el kell menni az orvoshoz, és elmondani neki, hogy figyelj, azért vedd meg az én termékemet, mert ettől olyan lesz a szeme a kutyának, mint a sasnak. Nem olyan csipás, hanem olyan éles. Összefoglalhatjuk.
Azért ez egy kemény meló lehet, nem? Minden ilyen gyógyszer látogató az azért egy kemény meló. Azért magyarázd el. Igen. Hát akkor a sörnyitó az hasznos lesz. Ja. És van valami jó kis, nem tudom, szer, tehát szőrre. Szőrre? Mhm. Uh-huh. Ami fényesít. Ilyen értelemben. Bocsi, kicsit kezd bemátulni a szőre, és arra gondolt, hogy valami ilyen magas halolajtartalmú kapszulával esetleg mi az, amit bemehet, és vehet a gyógyszer. Hát ezek inkább ilyen táplálékkiegészítők, uh-huh. ilyen gyógytápok, amik vannak speciálisan ilyen gyógytápok, amik mondjuk a szőr állagát javítják. Uh-huh. Tehát léteznek ilyenek, de szerintem ezek inkább tápok. De egy jó féreghajtót azért néha be lehet dobni, nem 600 forint egy gurigával. Aztán... Egy jó féreghajtó mindig jó. Az mindig jó. Csak már még aztán tudnék tőled amúgy kérdezni, hogy miért nem működnek rendesen ezek a kullancs elleni olajak. Most már kullancsok egy olyan generációja nőtt fel, aki meg se rázza magát. Tényleg? Aha, kérdez, van két kutyám, és meg macskánk is van fönt a műhelyben, és például hiába csöpögteted föl, az, hogy a kullancs elleni akarod 0 perc alatt lekapja magáról, annyira meg nem akarod meghúzni, hogy fulladjon, mert nem azért tetted rá, hogy lila fejjel futkározna a macska. 0 perc alatt, és tele van kullancsal mégis hiába, bármit csinálok. Csak a tablettás kullancs sztori, az meg annyira nem jó neki. Legalábbis ez a mondás, de majd ezt Vokci jobban fogja tudni úgyis. Ő nagy kutyás. Na, Anita. Feladtuk a leckét. Igen. Úgyhogy Bocskornak valami kis szőrfényesítőt. Szőrfényesítőt, igen. És kullancs ellen, Anita. Kullancs ellen. Jó, ezek a feladatok. Köszi, Anita. Még erről. Köszönöm. Köszi, puszi, szia. Sziasztok. Hello. Na, hát akkor valóban Vokci következik, és nagyon érdekes. A Pistit nagyon felizgatta akkor a reggel már ez a téma, hogy a Vokci miről szeretne beszélni még hozzá, hogy mi az, ami tönkre tette a zeneipart, és ez állítólag a 440 Hz. 440 Hz. Így van. Amiről én abszolút megállapítottam nagyon gyorsan, hogy ez az A-hang, a normál zenei A-hang, az a 440 Hz. Mert valaki egyszer azt mondta, hogy az lesz, és én lázadok minden konformista dolog megoldás ellen. Miért pont az? Ez olyan, mint a hétfő. Miért hétfő a hétfő? Azért, mert valaki egyszer kitalálta. Én utálom ezeket a berögzült dolgokat. De valahogy el kell kezdeni a skálát. Na de miért pont ott? Miért nem 432? Ez sokkal kellemes. De majd ezt elmondja a Vokci. Jó, hívjuk Vokcit a hírek után. 9 óra 13 van. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Váj Pisti a stúdióban! Szép jó reggelt, jó napot mindenkinek! Jó napot, igen, mert tudom, a disznók irányából jövő. A reggel már elmúlt, mindenki dolgozik. Oké, nekem tart, nekem ez még 10-kor reggel, 11 után már jó napot. Nem tudom, én így vagyok, lehet, hogy ez egy urbánus viselkedés. Hát ehhez szoktál, hát most nem szégyen az, hogyha valaki 11-kor már leszundít egy másfél-két óra. Hát azért az még azért van, de ilyen fél-egytől már igen. Hello Gyuri! Jó reggelt! Szia Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Azt üzenik itt nekünk, sziasztok, legyetek szívesek bemondani, hogy indexeljenek a gépkocsi vezetők. Tegnap sávváltáskor 11 autót figyeltem meg, hogy oda-vissza nem indexel. Attól, hogy mi bemondjuk, még nem fognak indexelni azok, akik nem akarnak sajnos. Igen, az sávváltáskor is, de engem meg nagyon-nagyon bosszant, hogy a körforgalomból való kihajtáskor, hogy tényleg nem. De például én ezzel már szembesültem, hogy körforgalomban nem kötelező indexelni. Nagyon sok országban igen, és nem, ezt például nem értem, hogy miért nem. Nem egyszer volt már olyan, tegnap is konkrétan jöttem az lakóbuszommal, bejött a körforgalomnál egy Solymárnál egy fiatal hölgy, ami nem azért mondom, mert egy fiatal volt meg hölgy, hanem mert láttam, mert a lakóbusz az olyan lassú, hogy dolgokat van időt megfigyelni. És ő bejött, én meg ugye jöttem egy ilyen szigorú 50-es lendülettel, ami már úgy sok egy ilyen aránylag nehéz nagy dologtól, és bejött a körforgalomba, és nem tudtam eldönteni, hogy akkor most ő tovább kanyarodik elém, vagy kimegy, mert ugye nem indexelt, és tovább jött, és akkorát fékeztem, hogy kiestek a szekrényből a tányérok, meg a minden, mert muszáj volt. Ez egy tökre értelmes dolognak tartanám, például a körforgalomba jelez, hogy te benne maradsz, hanem, és nem mész egy ki. Egy balra indexel? Igen, aha, igen, aha. Akár. Nem esik le a keze senkinek. Tőle. Igen, de az már két feladat lenne a kihajtáskor is, tehát most legalább az egy feladatot hajtsák végre, hogy ha kihajtasz, de nem, az sem. Ez lesz a baj akkor valószínűleg. Igen. Két dolog, multitasking. Abszolút multitasking. Sziasztok, négy főút, gondolom ez a négyes számú főút, Karcag után Budapest felé baleset. Feri írta nekünk, és az előző témánkra erre a kis... Erre írja valaki, ismerik Pasiban ilyet, aki olyan kiábrándító hangokat ad, hogy először meg is ijedtem. Nem tudtam eldönteni, hogy mi történik, ez most az, vagy beszorult. Valami nyöszörgős féle hangja volt, de sóhajtás az egy csepp sincs benne, legalább egy picit sóhajtana. Egy
Egyébként meg lehet szokni, ennyi nem lehet váló ok. Kicsit nevet az ember magában, de mivel tudod, hogy mi következik, így már fel vagy rá készülve. Ja, és ugyanaz az ember, várj, ezt megnézem, hogy felolvasható-e. Mm. Nyűszít, mint a fóka. Nem. Ja nem, hogy szereti, ha egy nőnek nagy hangja van az ágyban. Hát nézd, hát van aki, ez is egyfajta önigazolás. Hogy igen, de ezek nem olyan dolgok, hogy megrendelem, nem? Vagy, hogy neked legyen nagy hangod. Üvölcsé! Neki ez tetszik. Akkor le lehet játszani ezt a hangot. Ez gyönyörű. Na, én nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy ezzel... Álltok, ez a 440 Hz. Igen. Hogy lehet lerombolni a zeneipart? A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! Mondom, a vonalban fog a processzor. Jó reggelt, Fokci! Hello, hello! Ó, boldog jó reggelt mindenkinek! Sziasztok! Hello! Külön üdvözlöm Pistit, nagy tisztelője vagyok. Hát én is, hát köszönöm szépen. Brutális fizika műsorok nézése között. Hát nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Hát nem, tudod, világosítsuk fel ezeket a herc dolgokat itt a srácoknak, mert nem értek. Jó. Ó, már irányít, figyeled? Figyelj! Én nem azért mondtam, hogy nézem a műsort, komolyan tudom, gondoltam. Tudom, biztos voltam benne, hogy csak smúzolsz. De azt mondták, hogy... Próbáltam tiszteletköröket futni. Ja, nagyon aranyos, de azt mondták, hogy hajtsam a vogát, én vigyem el a balhét, mert hajlamos vagy belebonyolódni körmondatokba, és lassan veszed fel a fordulatot, mint egy Euró 7-es dízel. Nem, ez csak a... Köszi. Igen, jó van. Bocsánat, kezdi. Én csak a visszahordó vagyok. Gond. Figyelj, én már megszoktam ezt, mert ugye általában én dinnyetermesztők szoktak ilyen SMS-eket írni nekem, hogy hülye vagy a dinnyéhez, meg hülye vagy. Mindig amiről beszélek, ahhoz vagyok hülye, érted? Nem, nem, ez nem, mindig nem. Így volt, Fokci, hát amióta mi... együtt dolgozunk, ez, minden ezt hülyék vagyunk, ami ezt hozzászunk. Mert, bocsi eljátsza, hogy én, mit tudom én, ő nem hiszi el azt, amit tudománynak nevezünk, és tudod, de mindenki, aki nem... Ez elég baj, hogyha vitatkozik a tudománnyal. Szoktál vitatkozni? Az a semmi baj nincsen, igen, ezeket ismerem, ezeket az embereket, úgy hívják, hogy tanítvány, persze. És akkor vannak könyvek, amiben ezeket el lehet olvasni, érted? És akkor rájössz, hogy ilyen tényleg van. Mi vagyunk a padavanyáid most. Na várjál, Fokci, még mielőtt belevágnánk, hogy a péntekkel kapcsolatban milyen érzéseid vannak? Mi van pénteken? Hát, hogy jössz be a stúdióba, te is, meg a Lajos is ilyen 8-kor. Ja, igen, persze, hogy ne. Lajos már ki is tette a Facebookon egyébként, még akkor aznap, mikor felhívtátok. Na jó, hát vele nem lehet ilyen stratégiákat megbeszélni, te is tudod. Persze, a mesterter lelepleződött? Ja, ezek szerint. Mondtam neki, hogy vegye le rögtön, úgyhogy meg is tette szerintem. Föltette, levette, most fölteszi újra. Hát igen, tehát a meglepetés sikerült. Hát persze, alig várom. Hát izgalmas lesz. Hát na, figyelj, de én nem akarok kóvályogni Pesten, én hozzád megyek reggel. Tudom, ezt már meg, Gyuri, már megüzente. Ja, jó, reggel nálam leszel, leteszed az autót, én behozlak, ugyanúgy visszaviszlek. Jó, igazából nem reggel, hanem még este, és akkor reggel hát, mi a nálam alszol este? Akarod. Ezt nem mondtam így, de... Nekem volt haverom, aki már kipróbálta állatokon a potenciónövelőt. És? Egy tacskónak adott ilyet, és hát nem nagyon tudott járni tőle egy fél napig. Egy kályhalábú tacskó felborult a potenciónövelőt. Nagyon billegett a kis ebb, igen. Hát mert régen, amikor együtt aludtunk, mindig ott volt egy kék tabletta, hogy melyikünk mar rá először. Mint a Matrixban, nem? Ezt most próbáltam elképzelni, de nem. Na, de nem. Ez szetrogen nevetés. Még ezt a röhögést képzeltem. Igen, jó. És akkor még egy tanács. Mennyit röhögtünk, Voga? Hát Istenem, a nagy kacagás, igen. Ez önfelett kacagás. Te... Ja, egyébként van egy gyógyszer, állatgyógyszer, ami hat ránk is, és viszonylag jó. A féreghajtó, ez nem is tudunk, hogy felejtettétek. No, ugye, ezt mondtam. Mondtam. Lehet kapni a féreghajtót. Na jó, van gyerekek, ne locsogjunk itt össze-vissza. Hát itt van ez a fontos téma, igen, ami tönkretette a világot, ugye. Kitalálták, hogy ettől kezdve vége mindenféle ilyen kóvájgásnak a frekvenciákban. Legyen a mit tudom én, egy stabil pont a világban, a zenében, és ez legyen a 440 Hz.
és ez legyen ugye az egyvonalas A, vagyis a normál A, amit az előbb mutattál, bejátszottál, felismertem, mert nekem abszolút hallásom volt egy darabig. De az hogy olyan nincs, hát nem veszítheted el az abszolút hallásodat. De hogy is nem, az úgy volt, hogy nekem volt egy jegygyűrűm, és elterjesztettem. Ó, de messziről indítasz. Elterjesztettem, hogy abszolút hallásom, mert ezt úgy csináltam, hogy mindig lejtettem a jegygyűrűmet, ez fisz hangon szólt, és akkor abból kiszámoltam, mi az A, és akkor én mindig igazították, hogy én egy csoda gyerek vagyok, mármint ez esküvő után természetesen. Aztán jött egy betörő, és elvitte a jegygyűrűmet. Oda lett a fisz. Abszolút hallásom. Na, ilyen egyszerű a történet. De egyébként a Lacikának abszolút hallása van. Mutass egy át, Lacika, egy 440 Hz-est. Jaj, most ne, most, de tényleg abszolút hallásod van. Hát elméletileg igen. És tudsz egy alatta adni? Voltál egy féllel kész, hagyjuk ezt, jó? Mit mondod? Nekem hogy alatta hozzá. Voltál az A alatt egy féllel. Hát igen, de szerintem ez a távolság miatt van, tudod, a Doppler effektus. Egyre rosszabb. Na, hagyjuk a Vokci, hagyd mondja a Vokci. Ja, szóval egyébként az abszolút hallás az nem feltétlenül jelenti azt, hogy te jó zenész leszel, az egy veled született adottság, és ezzel vagy élsz, tudsz élni, vagy nem tudsz élni. Tehát túl nagy jelentősége nincs zenészeknél, minden esetre praktikus. Na, a lényeg az, hogy nem volt ez mindig így, ebben megegyeztek, és ezt úgy képzeljétek el, hogy egyszer csak ugye azt mondta, mit tudom én, amerikai hangszer készítőknek a szövetség, hogy már pedig egyezzünk meg, és legyen már egy rend a világban, és legyen mondjuk ez a frekvencia, mit tudom én, 440 Hz. És ettől kezdve aztán az történt, hogy a nemzetközi szabványügyi szervezet, az ISO azt mondta, hogy jó van, legyen így, áldásomat adom rá, és ez csak 1955 óta van így. De ez miért baj? Ez tök jó, hogy rendszerbe szedték. Ez azért baj, mert képzeld el, mondok egy hasonlatot, például a húslevest te mindig úgy kapnád meg, és mindenki úgy fogyzni, és a világon mindig úgy mennél bárhova húslevest tenni, vagy a kedvenc ételedet, hogy ezred vagy milliómod gramnyira annyi lenne az összetétele, érted? Tehát soha más változatot te abból nem ennél. Ezt ennéd, ha egyszer húslevest teszel, akkor csak ezt ennél. És más ételeknél is ugyanezt. Tehát képzeld el a zenében, hogy a hangok egymáshoz vannak viszonyítva, ugye az A-hoz minden, ahhoz a leveshez képest minden ilyen olyan összetétel, soha semmilyen más ételt nem ehetsz. Nem lenne egy kicsit uncsi a dolog? De ezt nem akartam. Ez nem így szól. De ez így szól. Nem, ez azért nem jó a hasonlat, tehát akkor lenne a hasonlat jó, hogyha mondjuk a lecsóban a csípősségi fokot meghatározod Scoville skálán, hogy így az van, csak, mit tudom, egy százas lehet. Én az összetételről beszéltem. De az összetétel az már a hangszerelés, meg a különböző hangjegyek. Nem, akkor elmondom. Van ez a 440 Hz. Ugye... ehhez képest egy oktáv mondjuk ettől fölfele, az mondjuk 880, ettől lefele, mint 220. És ezt osztják be, ezt a távolságot 12 részre, ugye, mert 12 fokú skálával dolgozik például ez a temperált, hogy mondjam, hangolási világ. És ez a 12 hang egyenlő arányban el van osztva fél hangonként. Tehát ez az összetétele, ebből építkezünk, ezek a fűszerek, ezek azok a hangok, ez a répa, zöldség, amiből akármi. Ennyi van, kész, sajnálom. De te mit szeretnél? Hogy én mit szeretnék? Hát igen, hogy akkor mi lehet? Hogy legyenek még több hangok, csinálj! Igen, hát a keleti zenében például ezt csinálják. Ugye például egy szitárosnak nem mondhatod meg, hogy 440 meg ilyesmi. Igen, de a szitár az nem egy tudomány. A szitár az azon zenészek hangszere, akiknek se fülük, se hallásuk, viszont annyira be van... Annyira be vannak nyomva valamilyen füstől vagy szertől, tudod, mennyire bonyolult a szitárra játszani? Felakadt szemekkel fogja. Hát gyakorlatilag a szitár az hamis zene. Hamis. Bocsi. Ne. Már megint a dinnye termesztők szintjén vagy. Jó, bocsánat, nem akarom megbánni. Csak azt a dinnye termesztő, aki nekem SMS-et. Én elhatárolódom tőle, professzor úr, hogyha gondolod, a szitáron rohadt nehéz ám játszani, és nagyon-nagyon gyönyörű. Egy profi szitáros pontosan ugyanúgy játszik szitáron, mint én. Ravi Shankar forog a sírjába, érted? Egy keleti zenész az nem fél hangokban gondolkodik, hanem negyed hangokban, vagy még azon belül. Nem gondolkodik, azok tévedések. De itt alapvetően nem ezzel van a baj, azzal van a baj, hogy valaki megmondta, hogy ez a rendkívül kellemetlen 440 Hz legyen a zenei elhang. Nézd meg. Annak idején például, mit tudom én... Látod, Doki, meg kell nyomni egy gombot, és akkor ő mondja. Ja. Bach, Beethoven, stb. Megnézték, hogy az ő hangvilájuk, az mégis...
hány, milyen frekvencián pörgött. Ugye ja. Ennek fizikórán úgy csináltuk ezt, annak idején emlékeztek rá, hogy volt egy hangvilla, bing, megpendítetted, volt egy kis kampó a végén, vagy egy kis lemez, és kormos üveglapon végighúztad, és ha ezt egy másodpercig húzod egy kormos üveglapon, ha megszámolod, ha jó a hangvilád, akkor az 440 hercet fog mutatni. Nekünk ilyen nagy hangvilánk volt, emlékszem a fizika szertában, azt mondtam, 220-at tudtunk vele csinálni egy másodperc alatt. Na most, például Beethovennek a hangvillája, vagy úgy kezdjük, mondjuk Bachnak a hangvillája, az pedig az például egészen lent volt, érted? Tehát annak a hangvillája 409-en volt. És ő is A-nak hitte azt a hangot? És igen, ő azt mondta, hogy ez az A, és sajnálom. Mert az most olyan hangot. Mindegy, hogy A vagy D-ben játszol képzeld, el valamit. Nem mindegy, képzeld, nem mindegy. Mert például tök Beethovennél mindegy. Meg 455 volt, az már képzeld, az Beethoven meg egész hang. Beethoven süket az... volt. Egy idő múlva, aztán megörülök tiszt megint. Lehet, hogy a hangvillába süket. Jó, hogy már Beethoven hangvillázzon, amikor süket. Az itt a gond, hogy innentől kezdve ahány szimfonikus zenekar, mindenki máshova hangolta a maga áhangják. Volt a Verdi-féle áhang, az volt a 432, jól mondom? Tanár úr. Így van. És nem, 435-ön írta a Requiemet, igen, bocsánat, de közel igen. voltál hozzá. Viszont minek volt a híve? A 432-nek. Így nem van, mert ez egy sokkal kellemesebb hang. Így van. Sokkal kellemesebb hang. Szólnak ezek a dolgok. Így van, méghozzá azért, mert kialakult egy mozgalom a vidákban, ami azt mondta, elegünk van a 440 Hz-ből, elegünk van ebből a rádiós hisztiből, lemezes hisztiből, stb. 432. Ez a következő lépés, ugyanis ez a mozgalom a következőn alapszik. Matematika, fizika, filozófia, Platón, Pitagórasz, Kepler. Látnád a bocsi arcát? És Fibonacci, és Fibonacci, és minden, és a következőt vették észre, a 432-es A-val, ez megszabadít téged a negatív energiáktól. Jézus Mária. Jó, azért ebbe te se hiszem. Félelmeidtől. Jój, aztán fiatalít, DNS korrekciót hajt végre, és a bőröd is kicsit. De az, igen, ez van egy ilyen elterjedt hülyeség, de igazából nem ezért van, ezt te is tudod, te nem hiszel. Nem, hát persze, ez egy baromság, de mondom, ez a mozgalom maga, ezt hirdeti. Én leteszem igen. a gitáromat, és nem igen. nyúlok hozzá egy fél évig. Majd előveszem, igen. valamelyik húrt elhiszem, hogy igaz, és ahhoz hangolom a többit, nem veszek elő hangolóban. Igazad van. Ahhoz hangolom nagyon a többit, tehát lehet, hogy én Mozarti vagy Verdi féle 432-es A-val dolgozom egyébként, mert ugye egymáshoz hangolom. Ha eljön hozzám a Pisti a gitárjával, és azt mondjuk, hogy hangoljuk össze, jammeljünk valamit, akkor a Pisti az én gitárom húrjához hangolja az övét. Tehát minden rendben van. És már el is indítottuk a mozgalmat, látod? Igen, de mitől, de semmivel nem jó, játszunk jobb zenét, mint ha a 440-esre hangolunk. De hagyjuk ezt, azért várj, neked, te például a Slash rajongó vagy, igaz? Én tudom, hogy ő lejjebb hangolja, abszolút, sőt. Bizonyán, méghozzá egy fél hanggal, tehát az, és van rá bizonyíték, hogy a Beatles, vagy a Nirvana, vagy például az AC/DC is a 432-ben utazott bizonyos korokban. Hát nem attól függ, hogy mit szívtak. Mert nem voltak hangológépek. Nem voltak hangológépek. Igen. Nem vicc. Igen, bizonyos porok hatására hangológépet elnézték. Én még emlékszem, Vokci, én láttam, mit a 80-as években a Keken mondjuk zenekarokat fellépni. Igen. Ott nem volt hangológép senkinél, ott megadta a gitáros a... Adjegyát, Janikám. Ezért mondjuk nem volt billentyűs. Megadta a gitár, adjegyát, Janikám, a basszusgitáros hozzátekerte a basszusgitárját, ott a koncert előtt mindig igen. akkor történt. Nem volt igen. se hangvilla, se hangológép, és akkor egy-két H és ment a történet. De van ennek egy tudományos magyarázat, ennek a 432-nek egy ilyen matematika, amit én biztos nem tudok levezetni, de te talán igen? Hogy ez mindennek az oka a Fibonacci, vagy pedig a Bluetooth, ez a kettő. Bluetooth? Igen, valami szart tegyél bele. Az öreg Bluetooth. Igen. Na, szóval... Mit állítasz 30 másodpercben? Azt állítok, hogy jó Istenem. Jó. Semmi, csak azt akartam elmondani, hogy ezzel komoly pénzt kerestem én annak idején a 440-ért, a 440-nel, mert egy kulcssal el tudtam egy zongorát hangolni gyerekkoromban, amikor zongoraórára jártam, és akkor mindig aki jött a hangoló, az mikor a pénznek egy bizonyos százalékát a zongora hangolásé leadta nekem, tehát én így ezzel szereztem pénzt a 440-nek a 432-re hangolásával, és egyébként, ha csak tudni akarjátok, bizonyos együttesek, például a barokk tribute zenekarok, azok mind a mai napig 432-vel játszanak, menjetek el, mérjétek meg, így kellemesebb a fülnek. Köszönjük szépen. Nem, ez izgalmas volt, egyébként ez barom jó téma volt. Nem viccelek, Vokci,
Puszi? Nem, hát ez... Mi? Tudod, most az utóbbi időben sokat kaptam a pofámra, és akkor most jönnek a dicséretek. Mert érzékeny vagy, hát, ez hülyeség. A Háder György elmondta, hogy mit kell csinálni. Háber György, Háber György. Mit, Vokci, te tudod, hogy te ki vagy, és ő ki. A neki például a gírosz a luxus. Ezt már megtudtuk. Én, figyelj, én szeretem azokat az embereket, akik rántott sajton nőttek fel, semmi bajom nincs velük, bár az egyik tartozik mind a mai napig nekem 6 millióval. És ő tudja, mi ez az elejé hang. És tudjátok is, hogy ki az. Én abszolút tudom. Vokci, köszönjük, akkor pénteken találkozunk. Jó van. Csőkú, csőkú. Szia, szia. Ez igen, tényleg izgi volt. Én közben nekem eszembe jutott, a Fabergé tojás rántotta, az. Az, az leszopogatni a kis platinapatkókat. Azokat a platinapatkókat. Ja, valaki üzeni, hogy sziasztok, ez nem nő, hanem Seth Rogen. Oké, okay. Miután elmondtuk, hogy ez a, ha a nő úgy nevetne, mint Seth Rogen, az amely, elmondtuk, de köszönjük az okoskodó és fontoskodó SMS-eket. Várjuk azokat azoknak a hölgyeknek a videóit, akik így ezt tudják játszani, mert ha kiderül, hogy ez tényleg egy nő volt, és nem a Seth Rogen, akkor megkövetjük magunkat. Na, jönnek a hírek után a mai nap legjobb pillanatai, és ez az volt, amit a Lovász Lacitól kaptunk, ezek az elgondolkodtatók tweetek, ugye? Igen, az elgondolkodtató minden. Volt, hogy van-e fizikai bizonyíték a hétfőre, volt az, hogy azért elkövetnénk-e több bűncselekményt, hogy találkozhassunk szuperhősökkel, ha valóban léteznének szuperhősök. Illetve, hogyha a Seth Rogen hangján szólalna meg, ami így hangzik, hogy... Most mindjárt bejátszom. De már közel voltál hozzá ezzel a... Igen. Ha egy nő a legnagyobb öröme pillanatában így szólalna meg, ahogy, akkor azt mi hogy kezelnénk? Ezek lesznek, ezeket mutatjuk meg újra a hírek után. 10 óra lesz 3 perc múlva, ami Lacink, ugye, csak 3 perc múlva indul Horvátországba. Hogy néz ki a letenyei határ? Több kilométeres a kocsisor, és egyébként a 7-esen is meg. Szép lesz neki. Seth Rogen, most. Ugye a legszebb öröm a kárra, mert őszinte az, hogy... Abszolút. Hát, na, a szimfonikusokkal, azt mondja, a szimfonikus zenekarok 442 hertzre hangolnak, a fúvós hangszerek is ezen hangolás szerint készülnek, üzeni valaki, aki nyilván tudja. Van egy közlekedésünk, a 4-es főút Karcagnál hatalmas baleset, már egyszer elmondtuk, kamionok ütköztek, rendőrség, tűzoltók a helyszínen, 4-5 kilométer a torlódás Debrecen felől. Tehát Karcagnál a 4-esen. Az űr, amikor több kamion is összemegy, hogy vonatoznak együtt, az eléggé sok állat tartani. És hát aztán, Pisti, te tarolsz. Azt mondja, köszönet a vidám sírva nevetős reggelért. Vályi István, tökéletes választás volt, de azért a péntek lesz az igazi. Remélem, Laci már az Adriában áztatja a hab testét, valami kimondhatatlan csébetűs befalása. Hát a mással hangzó torlódásos falvakban, mással hangzó torlódásos étkeket fogyasztva. Pontosan. Pisti, nagyon jó voltál, imádtam minden percét a ma reggelnek, méltó társ került a mi bocsink mellé. Szuper jó hetet mindenkinek, nagyon-nagyon leesett, Mercis Kriszti. Köszönöm szépen. Hello Istenek, jó volt a mai műsor, majdnem leestem a székről, úgy nevettem Pistit, imádom, sziporkázott ma veletek együtt, puszi nektek Kriszti Tatáról. Mindig csak a pozitív kommenteket olvassa fel, de többit már megnézem. Nem volt, egy volt, hogy szarok a határon túliakra, aztán ez neked szólt. Hát meg úgy nagyjából meg ennek a pár millió embernek határon túl. Legalábbis mi nem vettük magunkra. De igen, nem éreztem ezt helyén valónak. Aztán srácok, Pisti hozta a formáját, szóval a műsor, köszi, törő, nyúl a hegesztő, fiúk, imádtam Vályi Pistit, miatta keltem fel reggel 6-kor, Varrós Júli. Köszönöm szépen. Vályi Pisti fog prezident, több műsoridőt neki. Szóval amúgy csak ilyenek jöttek. Hát nagyon rendesek adtok, nagyon szépen köszönöm, meg külön a hallgatóknak is, hogy így befogadtak erre a röpke kis 4 órára. Hát mi meg köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon sokat gyakoroltam. Gondolom. A veled szembenülést. A veled szembenülést a kis mobiltelefonoddal, ahogy az a videó látható. Jó, köszönjük szépen neked is, drága Anett. Köszönöm szépen én is, és nagyon jó, hogy végre találkoztunk. Köszönöm, Anett, azért kicsivel több pénzt akarja az élettől, mint 250 millió, szóval azért tekerjél még rá, mert elfogyasz hamar. Na, mindenkinek nagy köszi, most már tudjátok a heti menetrendet, ugye holnap Risztovévi jön, aztán holnap után Szabó Győző, csütörtökön Kabát Peti, és pénteken érkezik Vokci és Boros Lajos is. Hát az egy három amigo. A három amigo. Így van. Na, hát akkor megyünk, holnap reggel 6 óra 8-kor, Risztov Évivel folytatjuk, és még egyszer nagyon köszi neked. Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok! Viszlát!